És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra múlt 13 perccel. Hello Feri! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hangod van, a képed viszont megfagyott. Neked szerencséd van, mert én pont a Zsült látom megfagyva, aki hát ugye egy érdekes személyisége a mi reggeli műsorunknak, ő a hangnélküli ember gyakorlatilag, és az előbb még kedvesen mosolygott, számítógépet pakolt, most pedig kész vége. Haló Zsült, élsz még? Él? Nektek ott él? Él. Él, nekünk itt él. Csak. Hát pont olyan, mint máskor. Na azért, akkor ugye? mozog, te is megfagytál igazán. De a te mosolyod is nagyon szép egyébként, Feri. Pont egy olyan pozícióba fagyott meg az arcod, amiről azt tudjuk leolvasni, hogy semmi gond nem lesz, kislány. A bácsi nagyon tapasztalt. Hello, gyere közelebb, majd én megmutatom. Nincs mitől félni. Na mindegy, mindjárt visszahívunk, hogy képünk is legyen. De hogy van hangunk, ha nincs képünk? Na nem egy csatornán ment, megy szerintem. A hang azt azért biztonságosabb alapokra helyeztük, mint a Skype. Egyel. Bencsém, mik vannak? Egyel. Hallod, de én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett öröm az örömben faktor, nem? Hiszen rádióműsort csinálunk. Ennyi. Ugye tévéműsor? Ha hang van és kép nincsen, nem akkor a probléma. Na de pont fordítva viszont milyen nehéz, igen. Na mindjárt megjössz, figyelj. Meg Zsül hív. Gyere, mit kell megnyomni? Segítség! Azt mondja, nem akarok Facebookolni. Ja, itt a Zsül, de szép gyerek. Megvan, várjatok, megnyomjuk a gombot. Na most, a kezdőképét. A kezdőképét láttam. Most megvan. Szevasztok! Hát de szépek. Csáko Máko. Kipihenve a hétvége alatt, meséljetek, merre jár? Mit láttatok Dél-Afrikából? Aha. Hát elég sok forgatási helyszínt láttunk. Figyeljetek csak, megint? Szombaton is van műsor. Hogyne volna. Ja, tehát akkor szombaton is dolgoztok. Jó, elnézést a felkészületlenségért. Én egyet megnéztem, tehát a kötelezőt beixeltem magamból, amennyit én tévét nézek, egyet megnéztem, de szombaton nem tudtam, hogy vagytok-e. Mert akkor mondom, akkor biztos volt kirándulás, de nem volt. Nem. Szerintem egyébként mind a kettőnkre igaz az, hogy amikor egy kis szabadidőnk van, akkor általában vagy aludni szoktunk, vagy valamilyen aktívabb pihenéssel töltjük az időt, de hát nem sok van. Akkor ez most megint elmarad. Jó, nem baj, még másfél hét, srácok, ezt a hetet letúrjátok, következő hetet szerdáig megnyomjátok, és aztán indultok hazafelé. Melyik géppel jöttök? Honnan jöttök? Ilyen könnyen hangzik is. Amsterdamból. Nem. Amsterdam. Münchenből jövünk, nem? Még nem döntöttük el. Még változtatni lehet a jegyet. Csak azért, hogy tudjak szólni a barátaimnak, hogy pénteken várjanak benneteket. Na hát figyelj, kétszer nem ül ugyanaz a poén, úgyhogy azt engedd el nyugodtan. Egyszer jó volt, de másodjára már az áthalásos lesz. Tehát velem jó, veletek nem jó. Értem. És ha csak Zsült motoztatjuk át. Az jó. Ugye, az már vicces. Végül is érted. Na jó, hát ennyi engedményt tehetünk. Figyeljetek, Zsült 6-7 óta a barátnője nélkül van, ő bárminek örül szerintem, hogy megérkezik. Már mire gondolsz a testüreg motozásra? Persze. Ja. Na jó van, de ez még arrébb van. Ezen nem. Én látom egyébként, hogy napközben miket tölt le. Nem hiányzik neki annyit. Jó lába. Zsül nagyon lelkesen jön velünk mindig itt ki van. A dzsungelbe, jön vissza, este megint kijön, megint visszajön, úgyhogy abszolút stábtag lett Zsül. Barátkozik, ismerősei vannak, haverkodik, opcsikkal jön, megy, úgyhogy nagyon feltalálta itt. Bizony, van nekünk egy céges kocsink, így néhány héttel ezelőtt még úgy szólt általában a kis itiner a többiek felé, a stáplagok felé, hogy van még két hely a kocsinkban. Van még egy hely a kocsinkban, ez így módosult, amióta Zsül is van. Jön velünk, mert gyakorlatilag ott van velünk, mint a pótkerék is. Nagyon-nagyon fontos eleme az autónknak. Gondolom, jön velünk, fotóz, dokumentál, egyébként komolyan, tehát hogy gyakorlatilag úgy jön velünk, hogy mindig a nyakában lóg a kis fényképezőgépje, és mindent lefotóz, ami körülöttünk történik, minket is, dokumentál meg a körülöttünk lévő eseményeket is. Legyen az tűz, mert most tegnap például erdőtüzet fotóztunk, legyenek azok támadó majomhordák, bármi. Csalódott arca kéteringben, ezt is fotóz elég gyakran. Egyre rosszabb a helyzet kajában, mi? Hát figyelj. Szegények.
Azt megértem, hát hogy ez ott már marhára hiányzik. Mi ez az új erdőtűz? Kigyújtogatott? Itt, figyelj, itt mindig van valami, gyakorlatilag ugye hát volt egy ilyen esemény, és akkor ezt egy picit fel is fújta a média, hogy milyen durva dolgok történnek. Most ezek a durva dolgok, ezek hetente ismétlőnek, tehát hogy itt állandóan van valahol valami tűz, de most a tegnapi ez megint valami súlyosabb volt, ja. Elég komoly lánga léget, és akkor ott jó kis felvételeket tudott készíteni katasztrofa turista Zsűlünk. De szóval tette föl, vagy te hol láttad ezeket? Hát mutatta. Nem elég, hogy az autóban mutatta, hál' Istennek. Nem, a Feritől kérdezem, hogy honnan tudsz most, az erdőtűzről. Hát most mondta Jani, kettő perccel ezelőtt. Ja? Hogy azt beszéltél az erdőtűzről? Megjöttél? Vagy még meg kell innom a kávémat. Még innom kell egy dupla. Nem egy single, egy dupla eszpresszót. Tegnap volt megint erdőtűz, igen. Igen, de itt egyébként a tarlót is általában úgy szokták eltüntetni, meg a rönköket is, itt ugye papírgyártás folyik elég komoly mennyiségben, vagy formában, és az ahhoz való rönköket, meg fákat itt termelik ki a környéken, és aztán a rönköket így tüntetik el, hogy leégetik. Szóval ilyen, ez a mindennapok részei, tehát semmiféle pánikot nem kell kelteni senkinek ezzel kapcsolatban. Jó, most megnyugtatom az otthoni közvéleményt. Gondolom, nagyon érdekel. Meghallották, hogy erdőtűz, és elkezdték összepakolni a családot. Istenem, meneküljünk a szélrózsa minden irányába. Igen, gondolom, mindenki a szívéhez kapott, hogy te jó Isten erdőtűz, hát nehogy aztán itt ragadjunk. Nem, mert 5 perc alatt eloltják egyébként. Na, mi volt hétvégén? Mesélj valamit, mit csináltál? Halloween volt pénteken, ugye, ami még mindig megosztja az országot. A legaranyosabb az volt, én voltam Halloween buliban, nagyon szépen ki is öltöztem erre a mókára, és volt egy csomó olyan család, aki a városban úgy járt, mondjuk javarészt külföldiek voltak, de egy pár magyar is bedobta magát ebbe a dologba, hogy ilyen 10-12 éves forma gyerkőcök beöltöztek, ugye nagyon élvezték a dolgot, és hát ők is járták az éjszakát a szülőkkel együtt. Na, azok a szülők, amit kaptak, tehát ők nem aludtak körülbelül egy hétig, hogy miért kell este 10-kor egy 10 éves gyereknek boszorkánynak beöltözve menni az utcán. Gondolom azért, mert marha jól érezte magát, így megadnám a választ azoknak, akik ott pempögtek ezen a dolgon, meg ugye megint zajlik a vita, egy csomó ilyen kommentet olvastam, hogy ez az ünnep, ez nem ünnep, nekünk a izét kell megünnepelni, érdekes mindig a dolog. Mindig kell pampogni valami. Igen, mindig kell valamin pampogni, meg azt gondolom, hogy most nem vettél át semmi nagy dolgot, töklámpást faragsz, meg beöltözöl, jól érzed magad, hát miért ne csinálná meg az ember, másnap ugyanúgy el lehet menni a temetőbe, akinek ez az igénye, hogy évente egyszer elmegy, és ott gyújt egy gyertyát. De kettőnek nincs is köze egymáshoz, tehát, abszolút, hogy... igen. Egyet értek vele, csak nehezen tudtuk ezt kezelni itt mi ismételten ebben az országban. Mondom, én péntek este voltam egy helyen, meg aztán mentem egy másikra is, és akkor ott közben találkoztam ilyen családokkal, akiket nem nagyon értettek meg, más egyedülálló felnőttek, akik mentek, és pempögtek, hogy a 10 éves gyerek este 10-kor már pedig aludjon, ne járkáljon boszorkánynak öltözve, mert micsoda dolog az. Úgyhogy ez volt, szombaton mi kirándultunk, akkor a ködben, hogy gyakorlatilag semmit nem láttál, de azért megnéztük a pákozdi ingóköveket, és olyan képeket készítettünk, ahol az anyuka, aki az én békám, fejvesztve keresi a gyerekeit a ködben típusú fotókat készítettünk. Tehát, hogy ezek voltak. Akkor a köd volt? Akkor a köd volt, de ez most is megvan, a köd most már állandósult, itt filmet lehet forgatni. Tegnap pedig születésnapi buli volt, mert 6 éves lett a lánygyerek, el se hiszem. 6! Hát múltkor, hát figyelj, pár évvel ezelőtt még, vagy pár pillanattal ezelőtt ezt a lánygyereket Sebestyén Balázs még pelenkázta, vagy legalábbis megpróbálta, emlékszel rá? Igen. Amikor bevitt... Az nem egy műva, de az egy műva volt. Nem, az az ne. Ő az én lányom behozta volt. A stúdióba. Igen. Ő az én lányom volt. Történt. Bizony. Csak meg picit a gyakorlatságot érezte, és ettől egy kicsit lefagyott. Igen. Tűnt, ne, a gyerek fagyott le. A gyerek és a Balázs fagyott le. Az óriási volt. Te pelenkáztad. Pelenkáztad a pannát, illetve próbáltad, de aztán elmenekültél. Hát, és képzeld, ez milyen jó sztori lesz majd mondjuk 15 év múlva. Á, kicsi lányom, én még annak idején még pelenkáztalak. Így csak innen térben. Legyen szíves, menjen egy picit távolabb tőlem, jó? És ne nyújj, mert lefújom gázzal. Vagy megeszem. Kérem, vigyél innen magát. Nagy zsúr volt? Otthon volt? Vagy hol tartottátok? Anyósoméknál tartottuk, mert akkor nekem nem kell csinálni semmit, tehát van egy ilyen praktikus oldala ennek a dolognak, én meg ott elférünk jobban, ott összejött az egész család, és akkor ott volt ilyen közös evi-ivi ajándék átadás, játszás egész nap este 8-ig, úgyhogy nagyon jó kis születésnap volt. Aztán majd nyilván kell csinálni az Ovis társaknak, tudod, tudom, hogy te ezzel nem értesz egyet, Balázs, de mi szeretjük. Nem, már hogy értette az avistársaknak? Hát egyszer beszélgettünk erről. Vagy meghívni őket? Meghívni valahova. Az avistársaknak mi is csinálunk, ha Beninek van, akkor mit tudom én, bevisz egy tortát. Aha.
Mert nekünk volt születésnap is. Azzal egyetértek, hogy legyen szűnapi bulia, akinek jó. Én azzal nem értek egyet, hogy tudod, limuzina hozzák, ja, 30 az, gyerek legyen. Gyerek legyen ott, tudod, és akkor mint a 3 évesen már anyuka jobban túlihegi a szülinapi partit, mint a gyerek, aki egyébként a családdal tök jól áll van, és meg van hívva 50 gyerek. Igazából nem is az, hogy nem értek egyet, hát mindenki úgy ünnepli, hogy akarja. Szerintem az még akkor ott nem annyira szükség. Hívtunk neked fellépőt is, kicsim, jön Kéti Peri néni. Nem na, volt a hétvégén a bulin? Volt limo, volt kis, hogy hívják, italpor? Nem, a nyagyautó fehér. A 8 szem. Jézus. Igen, az egy kicsit sok. De hát akiket erős. Szeret, nyilván 6 évesen már van baráti köre, szeret valat azokat meghívni, az tök jó. Tehát azzal szerintem nincs baj. Bejönnek is volt ilyen. Azt szerintem tök jó. Hozzátok, nem? Lehet tortát bevinni a óvodába? Az oviba? Hát igen, úgy csinálhatod, hogy ugye kérik is, hogyha szülinapja van, akkor a többiek hagy ünnepeljék meg. Aha. És akkor akinek van kedve, az bevisz a gyereknek egy tortát, és akkor őt ott megünnepli. Körbeürik, elfújja a gyertyát, énekelnek neki, megeszik közösen a tortát, igen, és akkor úgy érzi, hogy ott ugye mindenki megünnepel. De ilyen egészségügyi. Amely gyereknek szülinapja van. Egészségügyi okok miatt hozzánk nem lehet például házi tortát bevinni. Tehát az, hogy te nálunk otthon... úgy lehet, hogy valami nem otthon sütött, hanem valami papírt viszel. Aha. Tehát, hogy valamilyen olyan papír készül róla, és akkor valamilyen okirat kell hozzá, nem tudom, ezt a Viki szokta intézni. Tehát cukrászdából tudsz hozni, gondolom, ott adnak ilyen igazolást. Otthonról sütöttet nem. Valahogy, az, ahogy mondod, igen, azt nem biztos, hogy engedik. Friss tojást használtunk bele. Igen. Viszont kedves anyukák, apukák, tudok egy nagyon jó cukrászdát a környéken, ott hivatkozzanak rám egyébként a hugomé. Vigyenek haza is. Sokat. Árukapcsolás. Most milyen idő van otthon, mi van? Nagy köd, viszont csak mondom nektek, hogy 18-20 fokot ígérnek erre a hétre gyönyörű napsütéssel. November elejére komolyan. Képzeld el, 18 fok, a téli gumi cserések már most átkozódnak, hogy még két hetet megúszhattak volna. Aki meg nem cserél téli gumit, mert én azt is cseréltem pénteken, téli gumit, aki még nem cserélt, az megmondja, hogy látjátok, megmondtuk, a taxisok is megmondhatják, hogy 18 fok van, nem kell a téli gumi. Most ez a 18 fok még sehol nincs, a köd az megmarad Budapesten, vagy legalábbis ahogy én jöttem be egy órával ezelőtt, akkor még óriás köd volt, meg hideg, de 18 fokot mondanak és napsütést. Ha kell nektek ilyen, akkor gyertek haza. Nem tudom, ott most milyen az időjárás, mert mondtátok, hogy hideg lesz. Tegnap reggel nagyon szép idő volt, tegnap előtt gyakorlatilag nyár volt, de tegnap délután elkaptunk pont az egyik forgatási etapnak a vége felé, elkaptunk minket egy akkora eső, mint az állat. Nagyon jó volt, nagyon vicces volt egyébként. Főleg az a része volt nagyon vicces, hogy 3 alatt rohanunk az esőben, elképzelheted milyen volt, Balázs, Zsűl, én, rohanunk az esőben, egy ilyen fedett helyet végre találtunk, aztán Balázs megunta a várakozást, és azt mondta, hogy na jó, akkor én elszaladok most az office-ig, legalább felébredtek az esőben, elindult, és abban a pillanatban, ahogy így eltűnt a kanyarban, észrevettünk Zsűllel egy ott támasztott esernyő. És viccesek voltak, hogy két ilyen idős bácsika az esernyővel botorkáltak az esőben. Ha legalábbis cukorból lettek volna, két tata ott jött egymásba karolva. Miközben Balázs meg ott skerázott, rettenetesen sprintelt, tudod, a ház felé, meg ott botorkáltunk ott a Zsűllel, de szép nagy ernyő alatt, gyakorlatilag azért már nem áztunk tovább, de kemény volt, és majdnem el is most amúgy a forgatást. Aleska Diamondot vitte a megáradt patak. Milyen régóta akarok már fürdeni abban a patakban, csak sosem sincs rá időm. Ez volt a tegnapi terve, hogy lefürdik a patakban. Egy jó, hideg így, az így, a víz, engem az mindig úgy fölébred. Kristálytiszta, nincsen túlságosan sok zöld mamba sem benne, csak néhány. Megígértem neki, hogy én ott maradok egyrészt, hogy a paparazzókat elzavarjam a halálba, másrészt pedig ott állok majd egy sziklával a kezemben, és addig, amíg ő csutakolja magát, addig én figyelek a mindenféle dúvadakra. Azért a lefürdés. Azt nem úgy kell érteni, hogy viszek túlsfürdőt, meg sampont, és belemosom a hajam a patakba, tehát nem teljesen erre gondoltam, és kimosok két zoknit, hanem egyszerűen csak úszom egyet. Tehát hogy nem akartam nagy habzást csinálni ott a folyóban, csak úgy valahogy így megmártózni bennem, egy jéghideg a vízeje, 6-8 fokos. Viszont én azt annyira szeretem, hogy fölébredsz tőle, teljesen összeráz. Tele van mindenféle kórokozóval. Szerintem mindenképpen. De nem, hogy is, nem semmi, iható a víz. Csak Afrikában is. Afrikában olyan is van olyan sodra, hal, hogy nem tudnak megkapaszkodni. Biztos, hogy van Afrikában is olyan hal, ami fölúszik a inkriminált helyekre.
úgyhogy vigyázz vele. Az nincs, az Dél-Amerika. Igen, az Dél-Amerika. Brazília, Amazonas, igen. Aha. Igen. Ott van tényleg, ami bemegy, és akkor fölúszik, nem is nagyon tudják belőled kiszedni. Csak műtétileg. Igen. Csak műtétileg. Igen, itt teljesen iható tiszta a víz, a hegyből jön le, kristálytiszta egyébként, és hát én mondom, ilyen 8 fokos maximum, vág az egész, de annyira durva a sodrása, meg annyira jó, hogy egyszerűen bele akartam menni. Csak nem, tegnap jött az eső, aztán áthúzta a számításainkat. Na mindegy. Jól van, mi volt a múlt héten játék? Mi az, hogy mi volt? Hát kivégeztünk mindenkit. Szétszedtük a közönséget. Őket? Hát már nem mindenki a csapatból, de... Ha érted, mire Én nem értem. Van egy győzelmed van, meg egy buktád is volt, de egy győzelmed van. Hát az magamhoz képest az... Igen, tehát maradtál a tyúkolban, semmi gáz nincs. Kicsit visszaestél, ugyanoda vissza tudtál jönni a dologban, de az a lényeg, hogy nyerthetünk van, ha a hetek állását nézzük, tehát a kintöltött heteiteket, akkor 2-2. 2 van Magyarországnak, és 2 van Dél-Afrikának nyert hete. Mert 4 hete vagy. Hát akkor ez egy fontos hét lesz most. Nem? De nagyon. Most hoznunk kell, mert ha ezt elbukjuk, akkor már csak egyenlíteni tudunk, és akkor egy mini versenyt elbuktunk, úgyhogy ezt most meg kell nyerni mindenféleképpen. Ugye? Igen. Mert jövő héten viszont csonka hetünk van. De jó. Igen. Jövő héten csütörtökön, pénteken nem vagyunk, mert ugye utazunk. Jó, tehát ja, igen. Van egy árma. Igen, nekem már teljesen összefognak itt a napok. Megmaradnál is szíved szerint, nem? Csak hát egy picit igen, de azért most már egyre jobban megindítanak az otthonról küldött fotók, még mindenféle üzenetek. Tehát egy cukrászda belső. Az persze, így van. Lenne valami normális ehető kajájuk, egészen élhető lenne ez a hely, de egyszerűen szörnyű. Ugye, azért az, hogy tegnap már a konzerveket nézegettem bent az egyik üzletben, hogy mit vegyek magamnak, mit vigyek be a táborba, és mit tudnék ott feldobni egy kicsit. Ezzel, azzal, amazzal. De benne mondjuk, magam. Hogy te mennyit el tudsz lenni ebben a plázában, az elképesztő. Szereti. Ez igaz. Az hihetetlen. Ez igaz. Minden nap átmegy, minden nap nézelődik, fotóz, vásárol, üzletekbe jár, döbbenet. Van egy ilyen helyi túrabolt. Két hete besetettem oda a lábam. Rettenetesen jó túrabolt egyébként, iszonyat nagy választékkal, oda már úgy megyek be, hogy már nem mosolyognak. Tehát, hogy még az első napig mosolyogtak, számítottak rá, hogy valamit venni fogok, de most, hogy rájöttek, hogy igazából olyan, mint hogy egy múzeumba járnék, mindent megnézek, már csak tárlatvezető kellene. Az itt látható softshell anyagból készült kabátot nagyon-nagyon szeretik a kedves vásárlóink, közkedvel termékünkről van szó, 100%-osan vízlepergető hatású, de ott mellette megnézem az anyagát, kibontom, visszahajtogatom, visszateszem, vajon jó lenne rám, ha meg akarnám venni, de nem akarom. De nem veszed meg úgyse, nem? Nem. Én csak azt látom, mindig tegnap is álltam az ablakba, és 2:45 előtt egy ilyen szatyorral rohantál át az utcán, jöttél vissza a plázából, akkor keltem egy órája talán, és egyszerűen felfoghatatlan, hogy te mit csinálsz abban a plázában órákig, és bemész az üzletben, megnézed, és elköszönsz, hogy köszönöm, és másnap megint megnézed. Nagyon tudatos vásárló vagyok. Nagyon tudatos vásárló vagyok. 6-szor megyek be, egyszer se veszek. De a 7-re már talál. Döbbenet. Én örülök, hogy így jól áll vagy. Ez egyébként nem baj, csak így gondolkod, hogy nem lenne itt ez a pláza, akkor mit csinálnál? Mert neked ez nagyon nagy élményt nyújt. És tényleg bemegy, nem vesz semmit, kijön. És órákat elmolyol. Lefotóz egy konzervet, megnéz egy, mit tudom, egy citromos kólát, csinál róla egy fotót, átküldi. De nagyon. Megnézegetem a dolgokat. Az utolsó néhány napban azért már vásárolni is fogok, tehát hogy lesz egy ne. Kis, amit majd de, hogy ne. Azért néhány dolgot azért megnézek. De mit hozol, konzervet hozol az? Ne, vannak ilyen, azt tervezem, hogy vannak ilyen fűszerolajak. Aha. Meg mindenféle ilyen ízesített olajak, amiket itt lehet kapni, és kicsit ilyen afrikai mintákkal vannak díszítve, ilyen kicsit ilyen kézműves termékeknek tűnnek, de nyilván nem azok, vagy csak félig meddig, és akkor majd azokból bevásárolok meg ilyesmi. Hát egy szuvenír vásárlásról hallunk a Vadon Janitól. Te ezt érzed, Balázs? Hogy ajándékot fog hozni valakiknek. Ez nem az a férfi, aki kiment. Aha, ez van, de csak azért, mert majd fogok kérni áfás számlát a kereskedelmi televíziónak a nevére, ahol dolgozunk, és hát, ha el tudom számoltatni. Itt a milyen számlát adnak a benzinkúton, azért az elég érdekes. Na jól van, lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, jó, írjatok nyugodtan SMS-t, aki szeretné velünk nyitni a hetet, hogy játszik egyet. 0-0 jelen pillanatban az állás, ajándékcsomagot lehet nyerni, fél hét múlt pontosan 2 perccel jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 6 óra múlt 53 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Olyan jó kávét csinált nekem a kis emberem, hogy nem hiszed el.
Igaz, hogy szingült kértem és double csinál, de... Na hát, pont erre van. Valamit mindig félértenek. Pont ezt mondtam neki, hogy az előbb, hogy bármikor, bármit kérsz tőlük, de ha a kávéval kapcsolatos, biztos, hogy félreértenek. Egész biztos. Tehát, hogy mondod, single, double. Na jó, hát ez nem nehéz félreérteni. Mondjuk, ha így mondod, megértem, hogy nem azt kapod, amit kell. Igen, Weiter, én Weiter, azt mondtam, hogy kérek bele egy kis hideg tejet, elkezdett bele forró tejet önteni, úgyhogy nem tudom, viszont minden esetre jó volt. De legalább akkor rajta vagy az irányon. Mert, tehát akkor így kérhetsz forró tejet, hogy hideget mondtál, és forrót hozott. Nekem mindig hideget hoz. Alig tudok belerakni, mert rögtön elhűtöm. Nem hát tudom, hogy mit érted félre. Te jól csinálod. Double-t kérjél, hideg tejjel, és akkor kapsz egy simas eszpresszót. És de már köszönnek, hogy jó reggelt, Mr. Sebestyén, Mr. Balázs, kérek egy új szobakártyát, Mr. Balázs, csináljuk. Tehát ez ilyen hihetetlen. Hát mondjuk mit vagyunk lassan egy 6 hete vagy 5 hete, úgyhogy mindegy név szerint ismer. Már megyek a recepció felé, tudják, hogy elhagytam a szobakártyámat. Good morning, Mr. Plaza. Igen. Jó, téged itt sokat nem látnak, tehát hogy neked a plázába köszönnek ugyanúgy, ahogy nekem a szállodába. Na, nyissuk meg akkor a hetet. Jó, valakivel. Ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, nem esetek csak. Hello Tamás, honnan hívsz minket? Most jelenleg Nyíregyházán vagyok, de úgy félhetően lakom. Nyíregyházán melózol? Igen. Egy telekommunikációs cégnél dolgozom. Hát ha úgy mondom, hogy a legrégebbi, akkor biztos tudjátok. Hogyne, de igazából valamelyiknél mindegy is, hogy melyiknél. És már bent ilyen korán? Hogy? Hát reggel csak 7 óra van. Nem, még úton vagyok, tehát most így vasúton közlekedem, ahogy szoktam is nektek néha írni, hogy hát várok kicsit, de igazából már most így félúton vagyok, csak elhúzottam a forgalom elől, hogy az autók zaja meg a belváros reggeli ébredő zaja ne hallatszom be. Aha, igen, mert olyan nagyon kis csöndes, olyan, mintha autó lennél. Jól van, Tamás, kivel szeretné játszani? Janival. Jól van, kezdjük is, jó? Nem, essetek egymásnak keményen, ne várjunk. Felkészültél, Tamás? Rendben, felkészültem. Jani? Én is természetesen. Akkor 3-2-1, és tessék. Tamás! Szia, Jani! Régóta szeretnél már játszani? Szia! Kérdezz nyugodtan, ha akarsz kérdezni? Elég régóta próbálkozom. Annyi kérdésem lenne, igen. Köszönj, ott a vége! Annyi kérdésem lenne, igen, ezt mondta. Hoppá! Tényleg? Hát én nem is hallottam, hogy köszi, Bali, köszi, Feri, és köszi mindenkinek, akinek nem szurkolt. Mind a két embernek. Igen. Tamás, ez gyorsan ment, pedig jól indult a dolog. Belecsúsztam. Igen. Bele sajnos. Kicsit kapkodtál, mert egészen magabiztosnak tűntél, és jó is lett volna szerintem. Azt szerettem volna egyébként kérdezni, hogyha szabad még egy picit feltartanom benneteket Janitól, hogy rendben van, hogy hús nélkül élsz nagyon-nagyon hosszú idő óta. Így van. De hogy azért egy jó töltött káposzta, egy jó szoros káposzta, egy finom... Igen, ezek egyrészt meg lehet csinálni szójával is, de eleve nem tapintottál. Egy finom flekkelhúsi érted, tehát az ilyen... Nem az igazi, hát sőt, hogyha azt mondanám neked, hogy igazi szabolcsi jót szeretnél enni, akkor itt nincs, hát azt mondom, hogy hétvége, de inkább azt mondom, hogy nincs vasárnap húsleves nélkül. Mire gondolsz, hogy most álljon át a másik oldalra? Na most meggondoltam magam. Igen, itt sose értem ezeket a típusú győzkedéseket, hogy mit csináljon? Mától kezdjen el húst tenni, vagy mire gondolsz? Tartson pirosbetűs napokat az étkezésében. Aha, igen, időnként. Nem azt mondom, hogy azonnal, hanem hogy tartson pirosbetűs napokat. Amikor azt mondja, hogy egy jó szabolcsi húslevest, egy finom tyúkból, vagy egy finom kis... friss csivéből, amikor már úgy még nem tyúk, de már nem az az igazi kis. Figyelj, az ízeken nekem nem volt semmi gondom. Sőt, egyébként a töltött káposzta esetében, megmondom őszintén, azért vannak nosztalgikus visszaemlékezéseim. Az édesapám is nagyon jól csinálta, a nagynéni meg tormalevélbe töltötte, és az meg egészen zseniális volt. És ez jól van, Tamás? Már 14 éve. Hú, az igen. Szép. Köszi, Tamás, a játékot megnyitja, jó? Csáó, jó, lehet legközelebb valamikor. Köszi, csáó. Szia.
Hello. Na. Jó, van gyerekek, én nem is hallottam ezt, hogy kimondta. Pedig hát, nagyon kimondta. Ott volt. Jól van. Tatán dugó van, mert tankok vonulnak konvojban. Ezt kaptuk. Nem tudom, hogy mennyire komoly lehet. Milyen irányban és milyen felségi jelezték. Támadunk, ez vagy védekezünk. Igen, lőnek, vagy, vagy mi lövünk? Vagy mi történik ott Tatán? Trafipax a pesti rakpart mindkét oldalán. Ha egy perc van, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Elindult egy újabb hét, gyerekek, és ha valaki esetleg elfelejtette volna, november van. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen. És teljesen fura, mert hogy itt ugye nagyon meleg van, és az ember valahogy nem tud átszellemülni, viszont ránéztem most a naptárra, és beugrott, hogy november 3-a. November 3-a, ami azt jelenti, hogy egy hónap múlva ilyenkor lassan Mikulás, és másfél hónap múlva pedig ugye karácsony. Hazamegyünk és beleesünk a kellemes ünnepeket, a boldog karácsonyt, a meghitt áldott ünnepet feliratokba, a girlandokba és a feldíszített Andrássy útba. Egyébként itt is áll már egy karácsonyfa a kaszinó mellett. Azt le akarom fötőzni, fölrakom majd az Instára. Állítólag van egy karácsonyfa. Öt dalt. Csak még lefotózom. Úgyhogy ezt megnézem, kíváncsi vagyok, hogy itt milyen karácsonyfát állítanak. De ez számomra itt még tényleg ebben a 30 fokban teljesen értelmezhetetlen, hogy otthon már mindenki azon töri a fejét, hogy mit süssön lassan, kis tudással, mit tegyen, mit vegyen, és mi kerüljön a fa alá. Nem sokára itt a Mikulás. Most nagyon sok ajándék bele fog férni majd az oknyájában, mert a kézimosásban kinyúltak. Engedd el, Bali. Na, az M3-as... Nem, erre már nem is akarok reagálni. Szóval, te láttad a kaszinó mellett a karácsonyfát? Nem. Nem? Nem. És nem voltunk át egy ideje, mert ott áll, hogy kilépsz a liftből, ott van egy rohadt nagy karácsonyfa. Biltongok lógnak róla. Tessék? Biltongok. Nem, képzeld, hogy mikor... Ha jól látom a fotót, még ilyen ajándékdobozok is vannak alatta, mintha ajándékok lenne. Fehér a fa maga, úgyhogy csinálok róla majd egy fotót. Engem üldöznek. Ezek engem akarnak kicsinálni. Nehogy véletlenül elfelejtsem, hogy érkezik a karácsony. Otthon már gondolom minden, nem? Boldog karácsony, kellemes ünnepekkel. Még nem jártam bevásárlóközpontba, de majd megyek egy kört a héten. Az Andrássy útat azt lepróbálták, azt már tudom, tehát hogy az működik, de még az nem világít. A karácsonyi vásárok még nincsenek, az majd ugye november közepe vége felé. A Mikulás meg a szaloncukor az viszont dögivel mindenütt. Tehát ha azt akarsz vásárolni, az már van. Nekünk még van tavalyról. De jó, figyelj. Mindig van rajta az a fehér színű, ami kiszárad, így kicsapódik, tudod, vagy penész, vagy az, tök mindegy, észre se vesz senki, igazából jó volt. Fú, milyen szörnyű csoki Mikulások vannak, nem? Van egy-két jobb minőségű, de azért ezt a Gáborra már átvettük, hogy ezért van egy-két szörnyű dolog, amit lehet kapni. Ott is rettenetesen mellé lehet nyúlni. Igen. Na mindegy, csak úgy konstatáltam ezt a novembert, és picit olyan hihetetlennek tűnik. A négyesen Szajonnál nagy dugó van Szolnok irányába, miért, kérdezi Jani? Hát Janikám, jó a kérdés, de jogos, ahogy valaki megírja, mondom. Jó? M3-as bevezetője már az M0-ástól áll Pest felé, ezt Rigó úr küldte nekünk. Mérnek a 3-as számú főúton Szikszón, a Turulnál, méghozzá Miskolc felé haladókat, 70-es táblánál ráadásul, úgyhogy vigyázzatok, vadász üzente. Nagyhegyesen a temetőnél rendőrautóból figyelik a forgalmat, Speedy is erre figyelmeztet, köszönjük szépen, Speedy. Trafipax a pesti rakpart mindkét oldalán, méghozzá az Árpád hídhoz közel, ott is vigyázzon mindenki, üzeni Krisztián, és a 82-es főút Eplénytől Veszprémig sűrű köd, ezt pedig Hege küldte nekünk. Hát ha meg Eplénről olvasok, akkor meg lassan a sielés is eszembe jut, és így még távolabb kerülök a valóságtól, és ez még inkább álomszerűvé teszi ezt az egész novembert, hogy sielésről beszélünk. Nem tud az ember 30 fokban a sielésre gondolni. Nem, de majd, ha hazamegyünk. Majd hazamegyünk. Hát, meg én hárman megyünk Eplénybe. Ja tényleg. Nekem idén ugrott, gyerek. Hát neked nagyon komoly karácsony ajándékod. Nekem egy elég komoly projektem van karácsonykor, igen, úgyhogy nekem ugrani látszik, ez a kis itt sielgetünk, ott sielgetünk a családdal, a gyerekre lécet teszünk. Tehát nekem ez...
Ha ezt vízön nálad, ez is lesz. Ez bizony. Hát figyelj, nézd egy újszülőt, ha csendes, akkor is 3 hónapig azért sír. Tehát ez én elég sokat gondolkozom, és most már ott tartok, hogy pont meghallok egy kicsi gyereket sírni, és a pokolba kívánom. De hát nyilván az ember a sajátjával más. 5 év alatt elszoksz tőle, hát a Beni már elmondja, ugye, hát ő már beszél, már nem üvölt így. Múltkor voltunk pont egy ilyen ultrahangon a Vikivel, hát itt volt egy 2 hónapos gyerek, nem hagyta abba a sírást, hát konkrétan nem tudtam, hogy most az anyukával bánja kell, magammal, a gyerekkel, tehát erre újra vissza kell majd szokni. Igen, nekem ez a síelés sajnos most kimarad, de érthető, tehát van felmentésem. Majd mi nyomjuk Janival helyetted. Azt megnézem majd, hogy ti azt hogy nyomjátok. Óriási, hegyi emberek vagytok mind a ketten, a hegyre születtetek. Imádjuk a havat, a telet, a síelést. Ha megjön mondjuk december közepén Karira, igen, akkor beteszem a fa alá, nem kell senkinek ajcsit venni. Nagyon jó. Hát januárban már vihetem a családot. Persze, simán. Hát vagy hátamra teszem a picit. Hát nem? Vagy maradnak otthon. Van ez a kis ez a zsák, tudod. Nehogy maradnak otthon, fölrakom ide magamnak, előre húzok rá egy sapkát. Megsielem a hegyet. Na most csak elmondom szerintem neked, hogy a legutóbbi síelésen, a legutóbbi síelésen Edden, ami nálad volt, azt elhagytad a kocsit, kulcsát. Na most képzeld el ugyanezt a gyerekkel. Jössz vissza az esti, Jössz vissza az esti síelésből, Viki ott áll az ajtóba, és a kicsi, basszus, hát ezt elvittem. Nálam volt. Ó, a hüttén ettem egy gőzgombócot. Azt a mindenit. Igen. Akkor megyek vissza, de már nem járnak a felvonók, nem tudsz visszamenni. Balra tettem a telót, jobbra a gyereket, vagy jobbra a gyereket, balra a telót, nem tudom. A teló megvan, gyerek nincs, igazából mindegy is. Na jó, visszamegyek. 12 óra múlva itt vagyok. Én ezt elég lazán tolik, mert Benit 4 hónaposan Ázsiába vittük, úgyhogy igazából kicsit sokat hergeltek, tényleg lecsúszom bele egyet januárban. Ja, addigra már pont 2 hetes lesz. Igen. Na, szelfik lesznek? A kis pocaklakóval? Na, csináljuk meg 100 000-es like számot. Mit szeretnél? Ezt, amit elmondtam. Már, de nem itt a gyerekről egy fotót? Aha, egy ilyen izét, ilyen papa-baba fotó. Én láttam, én alapból ellene vagyok ezek a dolgok, de engem nem annyira vonz ez a történet. Én mennyit ott abban állok a dologhoz, mint évekkel, ezért lehet, hogy csinálok egyet. De láttam saját például kezelésű Instagramunkra. A Karamell készített legutóbb ilyen jellegű fotókat, ott is ugye gyerekáldás volt, és ezek nagyon szépek volt. Egyetlen nagyon szépek voltak, egyet láttam belőle, ez fönn volt a közösségi portálon, és akkor így nézegettem. Sírtál? Picit igen. Igen? Sírtál? Így van. Az tényleg szép lett. Hál' Istennek. És Karamelli szép? Nem, nekem lett második. Az örömödbe. hogy ezt te megúszod. Hát gyerekek, egyébként nagy kihívás, szóval ezen sokat gondolkozom, hogy itt még a csend, az alvás és a béke szigete, ugye, aztán az ember hazamegy. Hát mi erről mesélünk. Januárban jövünk. Milyen érzés aludni, Jani? Milyen érzés aludni, Feri? Nem, hát azért a gyerek az első pár hónapban, utána bármilyen békés, hát azért az első pár hónap. Igen, az... Nem. Szerintem, aki azt mondja, hogy ez könnyű, annak vagy tényleg nagyon szerencséje van, vagy egy kicsit ferdít, szerintem az első pár hónap azért az szerintem combos. Na, nem fog most semmit pozitívat lenni. Mondani, mert balén, basszus, megy a Walking Dead, nem aludtam semmi. Te szemét. Figyelj, ahogy megérkezik, rituálisan elköszönök az összes sorozattól, és abban a pillanatban vége. Hát egy apának ott helyt kell állni, tehát ott akkor nem nyer a, nem tudom, a Strain, vagy a Homeland, valami, majd jövő nyáron, amikor már kicsit csendesedik a dolog, akkor újra. Én abban a pillanatban leszervezek a barátokkal egy irgalmatlan nachoszos, tortillázós, mártogatós, jalapenyós Walking Dead nézés, másnak meg mászás. Most azért mondod, hogy ingereje teszem. Egyébként csak a tényszerűség kell. Hát nem baj. Jó lesz az. Igen, és ha kicsi alszik is egyébként, akkor úgy. Ha kicsi alszik, és akkor egyébként meg Bennivel kell foglalkozzál, tehát nem fogsz kijönni jól belőle. Nekem az összes barátom mondja, aki egy gyerek, hogy egy gyerek nem gyerek. Én meg mindig legyintek, hogy ahol elfér egy, elfér kettő, és mondják, hogy majd meglátod. Egy gyerek nem gyerek, 3 már határeset. Igen, egy gyerek nem gyerek, az jól el van, majd mikor 2 van. Megvan-e már a név? Aha. Károly. Gyönyörű, Sebestyén Károly. Annyit bántottak meg, annyit fikáztak minket, hogy miért kellett ilyen különleges, meg nem tudom. Egyébként csak mondom, gyerekek, csak mondom, hogy a Beninek a neve az valami, nem tudom, 300. volt a rangsorban. 2009-ben megszületett, elmondtam, nagy hiba volt, kicsit sajnálom, hogy Bennetnek hívjuk, és följött a 43. leggyakoribb névre. Fölhoztad. Már a nagyon Bennet. Jó. Fölhoztuk picit, úgyhogy Károly és mellett döntöttünk. És most a Károlyt vissza akarod hozni? Mert legutóbb a frak idén volt nagyon népszerű. Tehát úgy döntöttünk, hogy akkor valami nagyon-nagyon-nagyon régi nevet választunk, és Károly. De nektek Karcsi. Jó vagy Karcsika? Kacsi.
A kis, hogy van a kis karcsika. Jó, úgyhogy nem akarunk semmi különlegeset választani, úgyhogy karcsi. Karcsi lesz, jó? Hogyha lány lett volna, akkor Irma lenne? Olga. Az Olga is jó egyébként. Olga és karcsi. Így lesz egy modern, és lesz egy kevésbé modern. Benni és karcsi elmennek a játszótérre. Kis karcsika. Karcsika! Mit csinálsz, karcsika? Fúj, ne tudd az orrod, karcsika. Karcsika és Benni, nem? Tök jó. Nem rossz, de mondjuk, hogy a Károly helyett mondjuk Kálmánt választottatok volna, és akkor a fiú akkor a Kálmán, ha lány akkor Olga, akkor már éreznénk is, hogy itt akartam megtisztelni a névadat. Kálmán, Olga, ide gyertek! Azt a kutyapályát minden. Mit csináltak, rosszaságok? Kálmán, Olga, ide hozd! Hát igen, na jól van. Nem akartál valami ilyen híres ember nevét? Mondjuk Sebestyén Roger. Petőfi Sándor. Nem, Roger. Roger. De az milyen jó lenne, nem? Uh-huh. Sebestyén, Novák, Djokovic, Roger. Aha. Nadal. Igen. Szeretném bejegyeztetni. Mit? Ezt a nevet szeretném így ebben a formán bejegyeztetni. Gyerekek, az a helyzet, hogy lánynévből nagyon sok jó van, de a fiú neveket én egy kicsit unom, beleértve egyébként a sajátomat is. Szóval, hogy ha most lány lett volna, akkor nagyon sok szép nevet tudtunk volna neki adni. A fiú nevekből egész egyszerűen nem értem, hogy miért nem engednek olyanokat honosítani, vagy bejegyezni, amik egyébként külföldön nagyon sok van, közben meg olyanokat engednek, hát szemezgettünk a múltkor a fiú nevekből tényleg, tehát hogy én nem is értem, hogy sorozatokból, meg a kis Dexter, meg a kis nem tudom, Hobó, meg nem tudom, meg a kis... Hobó! Hobbit, meg mit, olyan fiú nevek vannak, hogy az valami elképesztő. Úgyhogy nem, a lány név az egyszerűbb lett volna. Adjatok lány nevet neki, hát most na bum, volt már ilyen, nem? Persze, legyen a kis Ariel, nem? Ariel. Azt most egyébként nem tudom, az fiúnév inkább, vagy lánynév az Ariel? Mert a mesében az ugye lány, lány nem? Az lány. Igen, az lány. Az inkább lány. Így van. Adjunk neki lánynevet? Ariel egyébként nem rossz. Nem rossz, és az még az, én bele tudom képzelni a fiút az Arielbe, nem? Sebestyén Ariel. Igen. A kis Ariel. És nagyon gondolkodtunk még a kis Ómon és a kis Rejszer ízén. Igen. Na mindegy. Honnan indultunk? Ja, a síeléstől, igen. Síelés. Hát ez idén az elmaradt. Csá. Mondanám nektek, hogy menjetek csá-csáter, rohadt. Ja, nem, hogy értettem pápa sinis. Mondanám, hogy menjetek, de hát nem. Iszlám. Fiderzén? Hát igen, annak most Fiderzén. De hát nem baj, gyerekek. Valamit valamiért tartja a mondás. Nem? Szép hivatás az, amikor az ember szülő lesz. És akkor biztos, hogy egy. Tehát nincsen takarásban. Nem tréfálj meg a kis Károly. Tényleg kinek drukkolsz, hogy csak kérdezem, hármat szül a feleségem. Hát na, figyelj. Az ikreken is gondolkoztunk egyébként, mármint, hogy ez milyen jó, mert szerintem egyébként jó. Igaz, hogy elsőre nagyon nagy meló, de utána viszont le tudod egyszerre a kettőt. Tehát, hogy még egyszer belevágni 5 év után, szerintem sok szempontból persze nagyon szép, de nehezebb is. Viszont ha ikrek jönnek elsőre, ott megőrülsz, meg kettőt fürdetsz, kettő beteg, kettő sír, kettő alszik, viszont 4 évesen már letudtad a nehezét, hiszen 2 gyerek megvan, és ott el vannak egymásnak. Még egyszer belevágni? Nehezebb. Hát? Hogy arra gondolsz, hogy elbújt valahol? Igen, mögötte van. Mögötte, és pont ugyanúgy mozog mindig, mint az egyes. Igen. Hát mivel ikrek, ugye? Mindent egyszerre csinálnak. És akkor most így megvan a duplázás. Tehát egy 3-ast behúznátok egyszerre. Ez tök jó. Hát gyerekek, azért gondterhelt lennék. Szóval, hogy azért így nektek se biztos, hogy annyira jó lenne, meg nekem se, de hogyha most kiderülne, hogy ikrek, azért azt szerintem egy nagyobb meló. Akarsz még, tudod, legyen még egy tesó? Aha, 3-as ikrek, kedves apuka. 3-as ikrek. Igen. Az milyen? Hát, a húsvétkor is más inna helyetted. Igen, az Ariel fiú név egyébként. Írják többen. Hát jó, de akkor most... Csak mondom, én is ugye jó, de a kis hablány az... lány. Hát a kis hablány, igen, az lány. Tudomásom szerint legalábbis köldöktől fölfele. Mert lefele azonosíthatatlan. Úszó tárgy. Androgyn, igen, nem terem. De többen írják, hogy az fiú név. Na... Na Frodo, na tessék, például Frodo is be van jegyezve, írja valaki. Tehát Frodo, adhatsz Frodo nevet, érted? De nem akarsz Frodót adni, ugye? Nyugtass meg. Hát sokáig gondolkoztunk rajta, hát nem, miért nem tetszik? De nem, most rossz, hogy mondod. Nekem jobban tetszik a gólam. Igen. Na, gyerekek. Hát, azt hiszem végetek van. Most már nekünk? Az utolsó felvonásnál porrázúzom az érveiteket. Már ami a földön kívülieket illeti. Mondhattok bármit,
megdönthetetlen bizonyítékokat hoztam a témában. Igen? És innentől kezdve mindenféle érvelésetek és ellenérvetek. Én nem láttam itt egyetlen rohadt chemtrail csíkot sem az égen, nehogy visszahozd ezt a témát. Itt nincsen chemtrail. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Nem miért? Érdemes. Miért nincsenek itt? Más a légkör? De nem. A chemtrail az ugye nem a földön kívüliekhez kapcsolódik. Jaj! Mi van? Gyerekek! Hát nem akárki tálalt ki. Na ki? Nem akárki. Valaki? Boy Bushman. Állj, de segít! Boy Bushman! Végre előjött. Előjött a farbával. Ő afrikai? Afrikai, hiszen Bushman. Boy Bushman? Aha. Boy Bushman. Egy ez a neve a lényeg, mert ha ez a fiúkori neve. Vagytok, és nektek ez nem mond semmit. Nem is ez a lényeg. Ő egy vezető tudós, uh-huh. aki a Lockheed Martinnak a vezető tudósa volt. Vagy úgy. És elárulta, az hogy mi zajlik az 51-es körzetben. Na mi? Van róla egyébként egy elég, vagy vele kapcsolatban egy elég hosszú interjú, ami YouTube-on van, Laci, YouTube-on is van. És hát ez egy körülbelül fél óra, 3-4 órás interjú, ahol egyébként ő fotókat mutogat, és elmondja, hogy mi történik az 51-es körzetben, és ez tette mindezt a halála előtt egyébként. Mert hogy augusztus 7-én hunyt el 2014-ben. Szegény. Beteg lett, és azt mondta, hogy a távozása előtt szeretne készíteni magáról egy videó felvételt, ahol nyíltan beszél arról, vagy pontosabban beszélt, ugye múlt idő, hogy mi történik az 51-es körzetben, és a személyes tapasztalatairól, mert hogy ő vezető tudósként dolgozott többek között az 51-es körzetben. Ezek után, miután egyébként ez az interjú felkerült az internetre, és mindenki elolvashatja, megnézheti, van magyar fordítás is, belevágjak, vagy őrül róla, és azt mondjátok, mint a kanadai védelmi minisztérő, hogy egy hülye, egy agyhalott, aki nyilván most még itt mondott mindenféle csacskaságot össze-vissza, és aztán szépen már következmények nélkül átköltözött az örök vadászmezőt. A téma iránti tiszteletemről nem beszéltek, de mivel egy elhunyt emberről van szó, én azt gondolom, hogy ezért van bennem tisztelet, és az ő emlékének adózva. Ami egyébként valószínűleg most elég sokat rombolt, vagy ezzel a kis videóval, de hogy na azért. Most nem is az a lényeg, gondolom, hogy él vagy nem él, hanem hogy miket mond. Uh-huh. De az a baj, nem hogy titeket kevés fejfájást okozva ezzel a családtagjainak. Nézd, ha egy idősebb kanadai védelmi miniszter... Hallottad, hogy a fater milyen videót tesszük? Úristen, fater mit csinál? Nem hiszem el. Neki nagyon sok videója van egyébként a neten, és egy nagyon elismert tudósról van szó, aki többek között tényleg ennek a cégnek is dolgozott, de számos amerikai cég vezető tudósa volt. 40 éven át. Ezek komoly videók akkor, amiket komoly videók, nem több mit szabad tudom, a hullapkarikán szappanbuborékokat fújják, meg ilyesmi, tehát hogy tényleg komoly. Nem, nagyon komoly amerikai védelmi cégekkel dolgozott együtt, több szabadalmát díjazták, és elmondja, hogy mi van az 51-es körzetben. És azt mondja, hogy hát bizony teljesen egyértelművé válik az, hogy az embereknek most már saját szemükkel kell látni, hogy mi folyik az 51-es körzetben, mert hogy egy földön kívüli űrhajó és egyfajta idegen állomás, idegen is állomásozik magán a bázison. És azt mondja, hogy egy speciális repülési útvonal van az 51-es körzethez, ami alapján ezek a földön kívülek most már teljesen egyértelműen itt dolgoznak, meg itt tényleg élnek. Bejárnak? A speciális az azért speciális, hogy senki ne lássa őket. Hogy senki ne lássa őket, igen. Együtt dolgoznak egyébként állítása jó szerint. Jó reggelt! Értem, két cappuccino. Kettő? Pi! Ja, csak egy. Elmondja, hogy együtt dolgoznak az amerikaiakkal, a kínaiakkal, és egyébként az oroszokkal is van, tehát kifejezetten nagy nevű orosz tudósok is dolgoznak. És néha mexikóiakkal, de az illegális. Igen. És 68 fényévnyi távolságból érkeznek, azt állítja emberünk, aki egyébként megdöbbentő fotókat is mutogatott. Átszállással vagy átszállás nélkül? Átszállás nélkül jó. Érkeznek, igen, de nem mávval. Nem mávval jönnek, mert az egy picit hosszú lenne. Megyük-e csak 30 év. Másfél méter magasnak mondja ezeket a földön kívülieket, 230 év körül is van egy-kettő, és az interjú egy bizonyos részében egyébként egy neves amerikai riporter csinálta vele, amit aztán több televíziós leadott, elővesz különböző fényképeket, és megmutogatja ebben az interjúban, érdekes módon egyébként, azért az egész videó nagyon érdekes, hogy néz ki a fejük, hogy néz ki a kezük, hogy néz ki a lábuk, és elmondja, hogy milyen úton, módon kommunikálnak. Sok szempontból egyébként ez a fajta interjúnak ezen részletek megegyeznek azzal, amit mások is mondanak, hogy többek között telepatikus úton kommunikálnak, és rengeteg mindent átvett tőlük már az amerikai hadsereg. És kéri a riporter, hogy vegye elő akkor ezeket a fotókat, és mutassa meg. Na most mutatom neked azért azt a fotót, hogy egészen megdöbbentő képeket mutat a pacák.
nem néznek ki túlságosan jól ezek a kis lények, de pont ahogy egyébként mindenki ábrázolja őket, és ahogy az UFO meg a földön kívüli ábrázolás az elmúlt 50 évben történt, másfél méter magasak, pici gülű szeműek, hát, és hatalmas fejük van. Sokat nem aludtak az időúton, mert iszonyatosan karikás a szemük. Hát igen, kicsit el vannak fáradva, igen, nem néznek ki túl jól. És 68 ebben évig repülsz. Hát igen. De ilyenkor ő például egy... Nem hülye, nem 68 évig repült, csak 68 fényévre van. De egy... ha a fénysebessége jön, akkor repülne 68 évig. Na, hát akkor hogy jön ide? Gyorsabban megy, mint a fény? Hát a mi felállított fizikai valóságunkban nem lehet csak gyorsabban menni, mint a fény. Az övékben lehet. Mert ez... Hát ezt mi állítottuk föl saját magunknak, most ezt hiszük, ezen meggyőződésünk alapján működik. Egy féregjukon átjönnek. Jaj, de hülye vagyok már megint. 5 perccel ezelőtt indultak még a, mit tudom én, az Arcturus-i kávé, oda van száradva, még a szájuk szébé. Gyerekek, lehet hinni neki, vagy nem? Elmondja egyébként, hogy 30%-kal hosszabbak az ujjaik, 5 lábújuk van, össze vannak nőve, mindkét oldalon 3 bordájuk van, tehát egész részletes leírást ad egyébként, és mondom, ez egy komoly pacák, tehát még csak azt se tudjátok mondani, hogy megboldogult, vagy időskori kanadai védelmi minisztert. Azt, hogy megboldogult az már igen, de hogy megbolondult, az kevésbé. Miért mindig csak halott lényekről mutatnak fotókat, hogy élő miért nincsen? Hát azért elég régóta lehet már például filmfelvételeket készíteni. Nem lenne egy olyan, mit tudom én, érted, ott állnak. Mi lenne a különbség? Vannak akadva a ravioli miatt, vagy valami? Tehát, hogy mi lenne a különbség, ha hamis fotót vagy hamis videót mutatna, ha nem hiszel benne, akkor teljesen mindegy, mert a videóra is azt tudod mondani, hogy egyébként a hamisítomány meg a fotóra. Miért a nyilván... fotó nehezebb leleplezhető, vagy nehezebben leplezhető le? Miért nem viszik egy világkörüli turnéra, érted szegényt, ha már úgyis itt van az 51-es körzetben leszállt, tehát ezek a, már megint egy olyan bizonyíték, ami gyakorlatilag egy 1951-es fotó, érted, kicsit megretusálva, ilyen elhalványult szélekkel van a pacák kezében, Isten nyugosztalja őt, mondom még egyszer, és semmi olyasmi nincs, amire most úgy fölkapnám a fejemet, tehát ez, hogy elmondtad, hogy 30 centivel hosszabb az ujjuk, mint az enyém. Nem ez a lényeg, szerintem nem ez a lényeg, hogy, hogy ő mit mond. Az a lényeg, hogyha megnézed a videót, és utána olvasol annak, hogy ki ez a pacák, és elolvasod, hogy hány amerikai céggel dolgozott együtt, hogy milyen amerikai cégeknek volt a tanácsadója, hogy hány kitüntetése van, hogy milyen szabadalmai vannak, hogy mekkora koponyának számít ez a Boyd Bushman egyébként az Egyesült Államokban, akkor maga az ember teremti meg a beszámolónak a presztízsét. Aha. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy ő mit mond, szerintem azt kell nézni, hogy gyerekek, hogy ki mondja. Na, és egy ilyen szakmai karrierrel megáldott ember egyszer csak 70 évesen azt mondja, hogy gyerekek, halálos beteg vagyok, meg fogok halni, de előtte én szeretném tudni, én mondjuk 10 évig együtt fejlesztettem ott az 51-es körzetben, és dolgoztam ezen emberekkel, amerikaiakkal, oroszokkal, behív magához 3 darab amerikai televíziós tábot, és ad nekik egy fél órás, 3-4 órás interjút, azért szerintem az elgondolkodtató. Hát kérdéseket azt tudnám mondani, legalábbis. Hogy mert nem egy utcai ötmen bolond kezdett el fényt látni az égen hazafelé a kocsmából, és azt mondja, hogy itt vannak a fotók, brutális akták vannak előtte, minden aktába belenézhet a riporter, mindig kiveszi a fotókat, visszakérdez a riporter, meg tudja elmondani, hogy mi történt, hol történt, tudja indokolni, meg tudja védeni, amiket a riporter kérdez. Miért nem beszél erről? Tehát elég hosszú interjú van. Szimpatikus egyébként az érvelésed nagyon, és azt gondolom, de ez úszt porrá. Igen, igen, logikus, és helyén való is, de például nem tudom, emlékeztek rá, hogy volt egyszer Magyarországnak is egy köztiszteletnek örvendő, kiváló lant és gitár művésze, Benkő Dániel. Most is van, ha mindig. Igen. Igen. És? Hát gyakorlatilag minden egyes jelző igaz volt valamikor, amit te mondtál ezzel az úrral kapcsolatban, aztán mi lett a vége? Jött egy nap, érdekes a és aztán már csak a gitárt vitte magával a fellépésekre. És a pengetőt. Tehát tulajdonképpen letudjuk annyival, hogy szegény öreg ember, aki megbolondul? Nem tudjuk le, csak nem mondjuk azt, hogy ez abszolút igaz. Lehet, hogy ő lesz az, aki majd lesz egy olyan könyv, hogy a világ nagy tudósainak utolsó tréfája, és ő lesz a legnagyobb példa benne. Simán lehet. Tudod? Tehát ez simán benne van, hogy ő tényleg ledolgozta az életét ebben az 51-es körzetben. Á, most már készül a halálra, azt mondja, hogy gyerekek, csak pirítsunk már oda még egyszer. És akkor megcsinálta ezt a kis tréfát. És lehet, hogy a videó utáni röhögés vitte el. Ezt mit be fogják nyolni? Én az a baj, hogy szerintem ez nem elég jó ér, hogy biztos megbolondult, és azért. És a világ hát, ez amit a Feri vetett fel, hogyha emberekkel együtt tud dolgozni, sőt, ráadásul nem csak egy nemzetnek a képviselőivel, vagy tudósaival, hanem több nemzetével, te mondtad. Akkor tényleg miért nem lehet kiállni a nagy nyilvánosság elé? Mert az nem az ő döntése. De hát ő kiállt a nyilvánosság elé.
Tehát az, hogy ő, az, hogy az 51-es körzetben dolgozók, egyébként nyilván szigorúan titkos körülmények között dolgoznak, és mondjuk Amerika vagy Oroszország nem dönt úgy, hogy kiállnak a nyilvánosság elé, akkor ő mit tud csinálni? Ő a saját eszközeivel most éppen kiállt a nyilvánosság elé. Jó, de nem. Tehát az, mire gondolsz, hogy az amerikai kormányra gondolok? Tehát arra gondolok, hogy ők az idegenek, a lények jöjjenek, és rájönnek oda pulpitusra, rakjanak oda nekik egy magasítót, vagy rakják lejjebb a mikrofonálványt, és akkor hogy hívják, nyilatkozzanak. Itt vagyunk, évek óta, évtizedek óta együtt dolgozunk, semmi gond nincsen. Álljon ott az Obama ővel mellett, érted? Akkor arra azt mondod, hogy hogy a Barack Obama már nyilván nem megy bele egy ilyen tréfába. Gyerekek, kaotikus állapotok lennének, szerintem itt elszabadulna a káosz. Tehát hitrendszerek, vallási meggyőződések dőlnének meg egy percen belül. Aki azt mondja, hogy vagyunk mi, van Isten, és nincs senki más. Hát gondold el, több évezredre visszamúló, visszanyúló, ugye hitrendszerek azonnal megdőlnének. Hát szerintem itt óriási káosz lenne. Hát vagy ezt nem is merik bevállalni egyébként, hogy ezt felvállaltan elmondják, hogy nem vagyunk egyedül. Van például az egykori CIA vezetőjével, aki szintén dolgozott, ugye, és hát ő sem él már egyébként, halálos ágyán beszélt az egykori CIA vezető az USA-ban őrzött idegenekről, azt hiszem Richard Dolan-nek hívják. Ha nézzétek meg azt a videót. 2013. március 5-én készült ez a felvétel, egy amerikai riporter készítette, és ő a CIA vezetője volt a 60-as években. És elmondja egyébként, hogy hogy küldték el az akkori állami vezetőknek, többek között talán éppen Nixonnak, azokat a felvételeket, amik ugye az 51-es körzetben készültek, és hogy mit kért tőle a Nixon, és hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni, tudnak róla, köszönik, de lefújtak mindenféle nyilvánosságra hozott kísérletet arról, hogy elmondják, hogy mi történik az 51-es körzetben. Ez egykori CIA vezető, ha beütött el a Nixon. Tessék? Táncolnak még azok a lányok valahol. Na, de hogy egy CIA vezető például 2013. március 5-én ad egy interjút, és elmondja, hogy gyerekek, a 60-as, 70-es években a CIA vezetőjeként dolgoztam, úgy hívják az embert Richard Dolan. És ő súlyosan beteg volt, és vállalja is a nyilvánosságot. Ő elmondja egyébként, hogy a saját szemével látta az 54-es körzetben az idegeneket. Megdöbbentően hasonló dolgokat mond, mint ez a pacák most, hogy dolgoznak együtt, hogy mit fejlesztenek, hogy milyen technikákat vesznek át egyébként a földön kívüliektől, hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni, erről is szó van ebben a felvételben. És egészen jó érvekkel magyarázza, hogy mi annak az oka, és hogy mekkora pánikot okozna, és hogy miért nem lehet ezeket nyilvánosságra hozni. De hát hozni, akkor ő már nyilvánosságra hozta, értetted, hogy nyilván akkor egy csomóan a saját, ezt igen, csak amíg nem áll ki egy hivatalos személy, aki jelenben él, és mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke, addig egy haldokló vagy halálos beteg egykori CIA vezetőre már szintén rámondhatod azt, tehát nem tudják, úgy nem kap akkora publicitást. Fönn van a neten ez a videó, a YouTube-on. De gondolod, hogy azok az emberek, Richard Dolan is ott van, akik ugyanúgy hisznek benne, mint te, tehát te és a kis társaid, nem tudtok nyomást gyakorolni. Nem hiszek benne, nem vagyok annyira szkeptikus, mint ti. Mondjad? Hogy nem lehet, hogy Amerikában 100 millió ember, aki hisz az UFO-ban, az kiállna tüntetni egy ilyen esetben, hogy már pedig mutassátok meg a 51-es körzetet, meg a UFO-t. Én nem hiszem, hogy ennek ellenére megmutatnák, ezt nem gondolom. Minden esetre érdemes, tehát hogy azt nézzétek meg, hogy ez egykori CIA vezető, vagy például itt van ez a pacák. Hát azért ezek komoly koponyák, tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy valaki fényt kapott, nem? Csak láttam, UFO-t láttam. Szóval ez szerintem azért elgondolkodtató. Na például egy ilyenre mit mondtok? CIA vezető, tessék, 60-as, 70-es években. Megöregedett. De nem lehet minden. Most ezt egy fiatal ember mondaná, hát ezek nem érvek, hogy valaki öreg. Hát nem minden öreg lesz. Megmondom, mi van. Ezek az emberek, hát ezek az érvek. Pont ahogy te is elmondtad, ezek az emberek egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, mondjuk saját területükön komoly tiszteletnek örventek, nagyon-nagyon komoly dolgokban voltak benne, komoly pozíciót töltöttek be. És aztán nyugdíjba mentek, és valószínűleg azt kezdték érezni, hogy így marmon kívülre kerültek, egyszerűen nem kezdett el, nem foglalkozott velük senki, nem volt már ugyanaz a megbecsülés, nem volt ugyanaz a pénz, nem foglalkoztak velük annyira, nem volt már kíváncsi senki a véleményükre. És akkor haláluk előtt egy picit így elgondolkodtak, hogy vajon mivel lehetne még felszabadulni az állóvizet. Még egy tündöklés. Te ott vagy mondjuk 70 évesen, komoly, elismert tudósként, és te bolondot csinálsz az egész életművedből azért, hogy egyébként még valaki beszél rólad, hát pont nem. Tehát, hogyha ők így gondolkodnának, pont nem jönnének vele elő. Hát te a CIA vezető voltál, vagy itt van ez a pacák, ez a
ez Boyd Bushman, aki egyébként tényleg hihetetlen komoly cégeknél dolgozott, és vezető tudós, fönt van a Wikipédián, tehát te valóban utána tudsz nézni. Ez igaz. 60 évig mindenki úgy néz rá, hogy úristen, te vagy Amerika egyik legnagyobb koponyája, rengeteg dolgot fedeztél fel, szabadalmaztattál, majd előhozol három fotót, hogy mindenki úgy gondolja rád, mint amikor egy kompletten meghűlt, és szerintem nem. Csak azért, hogy felkavard az állóvizet. Azért hozhatja elő ezeket a fotókat, mert meggyőződésből teszi, mert valójában ott dolgozott, érted? Tehát, hogyha én ezek hamisítványokat, egy pályaművet lerombolni, három hamisítvány, azt hiszem, az nagyon hülyének kell lenni. Hát, gyereke, lehet, hogy... 40 évig komoly tudós voltam, itt van ez a három fotó, röhögjetek rajtam a halálom után, és ugye, porrázúzok mindent. Félreértések elkerülése hogy... véget, én nem az UFO-knak a létezését, meg annak a esetleges esélyét kérdőjelezem meg, vagy mondom, hogy még valaki valahol létezik rajtunk kívül értelmes lény. Hát óriási az univerzum, gyakorlatilag szinte végtelen, és persze lehet, nagy számok törvényalapján miért ne, de az, hogy ez az ember ezt találkozott UFO-kkal, illetve hogy az, amit, illetve UFO-nautákkal, és az, amit ő mutogat ezeken a fotókon, az a valóság, na ezt kérdőjelezem meg. Főleg annak tükrében, hogy kiderült, hogy ezek kémákban is vásárolatok is UFO játék plastik figurák voltak, amit aztán be is mutattak egy oldal. Figyelj, és rengeteg ilyen, persze, UFO ábrázolás van, persze. Kevés a bizonyíték, de... na. Érted? Kevés. Hát, én nem hiszem, hogy a K-márkba sétáltál. A papa beszaladt a vízével, a kis unokájával körben, ez a gyerek elment pillacukorért, és közben meg az öreg meg észrevette, hogy az egyik polcon ott hevernek ezek a kis figurák, néhány centért. Mi lenne, ha gondolta? Aztán úgy is tett. Gyerekek. Na mindegy. Szerintem érdekesek ezek a dolgok, legalábbis nagyon szeretem. Ne, izgalmasak, érdekesek. Tehát csak így ez a bizonyíték nem bizonyíték. Főleg ennek tükrében. És sajnos pont a témához komolyan hozzáállóknak okoznak ezzel nagyon nagy kárt. Igen, csak mondom, hogy egyébként ebben a cikkben, vagy ebben az interjúban az is benne van, hogy ezeket a babákat a kormány adta ki egyébként, pontosan azért, hogy a hitelességét ennek az egész interjúnak valahogy megpróbálják rombolni. Tehát én akciósan féláron. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának nem érdeke nyilván, hogy ez kiderüljön. Mindenesetre szerintem érdekes. Na mindegy, nézzétek meg ezt a videót a CIA egykori vezetőjével. Richard Dolan ezt beütöd így, hogy 3-4 órás interjú. Megdöbbentő, hogy a pacák miket mond. De egyszer érdemes végighallgatni. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Óven bácsira, Berunénire lehet jelentkezni. Ha valaki szeretne játszani, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 egészen pontosan. Az M3-as bevezető lassú, de lehet még haladni, üzeni nekünk Bankos Kriszta. Köszi Kriszta, a Sátoraljó új hely Teszkonában egy trafi. Ezt Peti küldte nekünk, valamint az M7-es Siófok Lepsény közötti részén sűrű a köd, és a látótávolság maximum 100 méter, úgyhogy mindenki menjen lassan, ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ránéztetek a videókra, vagy nem? Egyikre sem? Nem akartam szétzúzni a reggelemet, majd este, amikor már csend van, nyugalom, akkor vetem bele magam ebbe a dologba. Akkor gyerekek lefekszenek, és akkor irány akkor kívül, tudományosan föltérképezem ezt a dolgot. Kétszer fél óra, nézd meg! Érdekes, tényleg. Igaz vagy nem, hamis vagy nem, azt az ember persze nem tudhatja, minden esetre érdekes, hogy két ember mennyire ugyanazt mondja. Volt CIA vezető, meg egy vezető amerikai tudós. De az nem lehet, hogy ebben az 51-es körzetben például mondjuk nem idegen technológiákat, hanem mondjuk az ellenséges technológiákat tesztelik és nézik, és ez az egész UFO sztori, ez csak egy fedő sztori, érted? Mert így mindenki azt gondolja, hogy ezek UFO-kat néznek. Közben ránéztem egy ilyen 51-es körzetes dokumentációra, és az 50-es, 60-as években például ott nézték a szovjet migeket, amiket valahogy megszereztek ezek a drága amerikaiak, hogy hogyan tud az olyan gyorsan menni. Tehát, hogy ez viszont egy tuti dokumentáció, hogy az ellenséges technológiát, tehát az orosz technológiát ők ott nézték, vagy a szovjet technológiát, bocsánat. Nem lehet, hogy ez a fedő sztori, hogy gyerekek, itt UFO-kat nézünk, ide ne jöjjön senki, már nem, ez nem a hidegháborúnak a része, ez az 51-es körzet. Hát elég nagy ez az 51-es körzet, nyilván vizsgálnak a katonai dolgokat is, meg katonai céloknak is megfelel, nem tudom pontosan. De esetre érdekes. Érdekes ez a dolog. És most mit fejlesztenek jelenleg? Nem tudni. Kik? Tehát, hogy melyik téren? Mert hogy most robbant föl éppen egy hordozó rakéta. Nem. Tehát, hogy ha ez én UFO technika, akkor ez nem kellene, hogy jobb legyen? A májvek ott együtt dolgoznak, és így... Na mindegy, csak kérdeztem, ne bántsatok.
Nem akartam. Nem tudom, hogy a kettőnek van-e kapcsolata. Hát dehogy nem. Hát, hogy bocsánat, hogyha mindig bolygóközi utazásról beszélünk, akkor mi az a technológia, amit éppen közösen karöltve fejlesztenek egymással, ha pont nem az, amiben ők a legjobbak, vagy amiben élen járnak mondjuk a földi technológiával szemben. Hogy ők bolygók között tudnak utazni, mi meg nem tudunk fejleszteni. Az ő segítségükkel mondjuk egy olyan hordozórakétát, ami nem robban fel a start után. Irigyek az ufókok, nem árulják el a technológiát. Tehát idejön, és azt mondja, hogy fejlesszük együtt azt, amivel én már idejöttem. Léci, azt mondjátok, hogy nem. Na jó, van akkor hagyjad. De kis mérges vagy, nem akarod elmenni, nem akarod. Na mindegy. Drága hallgatók, akit érdekel, nézzétek meg, jó? Boyd Bushman így van az interneten, de Richard Dolan. Na, játszunk Óven bácsival és Beru nénivel, ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Jani. Hello, szia. Jani. Honnan hívsz minket, Jani? Békés Csabáról. Békés Csabáról. Feri. Feri földie vagy. Feri földie vagy, így van. Mit csinálsz arra felém? Hát dolgozok. Szeméttelepen őrzöm a semmit. Szeméttelepet őrzöl konkrétan? Aha. De mit kell ott őrizni? Hát, semmit. Az jó? Hát, unió csinálják meg, újítják fel, és akkor ott ki vannak ilyen anyagok, és akkor azokra kell vigyázni. Hogy el ne lopják az anyagtól, vagyok az anyagot? Igen. Uh-huh. Ez jó, kifejezetten jól hangzik. Egyedül vagy szegény, vagy vannak ott ilyenkor mások is? Hát van itt most egy teherautó, az éppen el van akadva, de amúgy nagy részt egyedül vagyok 24 órában. Nyugis meló. Ó, oh, az nem egy jó meló. Kint vagy van egy ilyen kis őrbódéd, és ott vagy bent? A saját autóm az őrbódén. Saját autóban ülsz? Mennyi? 12 órát? Vagy mennyit kell dolgoznod? 24, két nap pihenő, aztán megint 24? Á, nem, ez másodállás, mert hál' Istennek azért nem ez az állandó munkahelyem, mert azért nem lehetne bírni. Mellette állami cégnél dolgozok, és akkor ez, amikor van ott szabadidőm, ott 3 nap szabadidőm, az is 24 órás, és akkor vállalok én kis apróságokat. Azért az kemény meló. 24 óráig ülni egy autóban, te jó Isten. Na, hát ha lesz. Jó? Hátha. Egy ajándékcsomag, amivel kicsit könnyebb. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, figyelj! Hát neki már megszületett. Hát nekünk is. Ajaj, add egy kicsit hangosabb, hogy szokjam. Még van egy hónapom, 2, hogy edzek egy kicsit, igen. Ó, hát hallgassátok. Milyen jó ez. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Oké. Okay. Ajjaj, nem volt hosszú. Nem hát volt nem. Hosszú. Jöjjön még egyszer? Aha, ha lehet. Rövid lesz, figyelj, mutatjuk. Hát van tippem, de nem merem bemondani. Hát akkor hosszabbat, ha lehetne. Várj, ilyen magyar a tipped, vagy külföldi? Magyar. Akkor azt szerintem felejtsd is el. Aha, az mert jó. Hogy ez külföldi. Jó, hogy nem mondtad be. Mutatunk hosszabbat, jó? Kivettük a bögrét, figyelj. Oké. Okay. De kár, hogy ezt nem szoktuk játszani. Már nem reggel, mert kicsit lassú, de... Még egyszer lehetne? Figyelj. Pedig tudom, csak semmi jut eszembe a sal, előadó meg sal címe, de hallottam már nyilván százszor. Valaki tisztába tenni már azt a gyereket? Így, ugye? Szokja csak. Na, ugye? Etessék na, mi van? Meg. Mi összeköltözünk? Nem, majd a kezedbe nyomom. Átvizet hozzátok egy napra. Na, semmi? Nem, de biztos, hogyha meg fogom hallani, akkor nyilván le fog ugrani. Na figyelj, megmutatjuk, ez lett volna. Hallgass meg. Megmondom neked, hányas évek, ez a dal, ez egy olyan 94-es, 95-ös dal körülbelül. Na, akkor még ilyen voltam, hogy 10 éves. Ez igaz? Lehet, hogy ezért nem emlékszel. Jó kis dal volt, 94-95 környékén. Hát sajnálom. Jó, hát mi is, nincsen ajándékcsomag. Sajnos ezt a napot csak egy picit tudtuk jobbá tenni neked, Jani. Hát, de azért reméljük, hogy az lett.
Rendben, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Hello. 4 perc van, pontosan 8 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hapszik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 10 perce. Jó reggelt minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Itt kicsit borongós az idő, ott viszont jön a 20 fok, ahogy halljuk. Tehát pont innen most oda megy a meleg. Eddig itt volt meleg, most ott lesz meleg. Egy jó kis november és 20 fok. Hát az szinte teljesen együtt jár a kettő, lehet így mondani, nem? Tök beteg az időjárás. Ez a 20 fok, ez tényleg nagyon fura. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, rengeteg közlekedési hírünk van. M7-es Siófoktól Budapestig balesetmentes, Fehérvárig sűrű köd, Könyves Nándi. Aztán a 11-es Szentendrétől befelé halál, üdv Atti, köszönjük szépen. Soroksári út hatalmas dugó, műszaki hibás jármű miatt a Csepeli híd előtt van egészen pontosan ez a dolog, emiatt nem lehet haladni. Szentendre Pismánytól lépésben, aki teheti, kerülje el a várost, ezt Kriszta küldte. M3-as autópálya 15-ös, 16-os kilométerénél Budapest felé van egy baleset, összetört autó a belső sávban, személyi sérülés nem történt, Tompi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az 51-es úton az Újsolti lejárónál a kanyarban életveszélyes sárfelhordás, ilyenkor hol a rendőr és a KPM? Ezt István kérdezte. Aztán Sátoraljaújhely, a Tesco-nál van egy trafi, Peti üzeni, és M7-es Siófok Lepsény között szintén sűrű köd, látó távolság maximum 100 méter, ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük. Na, mi volt ez? Robbie Williams? Robbie Williams, ugye? És Kylie Minogue, ez egy jó kis... Zseniális, a klipje is fantasztikusan jó volt, és ez még a régi Robbie volt. Igen. Lendületes, picit rockos. Gyakorlatilag ilyen power pop. Igen. Nagyon jó. Akkor még nem táncolt a szülőszobában, csak zenélt. Az nem. Se volt rossz, mondjuk. Az jó felség egyébként, igen. Mi van a körforgalommal? Építik, nem építik? Tudunk valamit? Hát, nem hallottál valami cikket róla, hogy készül, nem készül? Üröm, Pilisvörösvár, valaki írjon, aki arra jön, hogy mit látott a lámpánál? Előkészületek, munkagépek? A kivonulás az ugye megvolt, azt te magad is olvastad a hírek között pár héttel ezelőtt, vagy a közlekedési híreknél, hogy fölvonultak, és elkezdtek ott fákat írtani, meg ilyesmit, hogy azóta mi van, nem tudom. Egyes villamos vonalával mi a helyzet? Te azt gyönyörű. Gyönyörű, pont ma reggel gondolkoztam azon, hogyha valaki azt végre megoldaná, hogy kitaláljuk, hogy most a sárga csík, vagy a régi fehér felfestés a jó, mert tudod... Sárga. De várjál, mert a sárga meg már nem látszik, meg van kopva. Tehát most az történik, hogy az autósok, aki egy kicsit így azt mondja, hogy jó, akkor a sárgára megyünk, az elmegy egy kanyart, aki nem, az meg beleszáll a másikba, aki a mellette lévő sávba menne a sárga után. Gyönyörű. Igen, és a fehér egyenesen megy, a sárga S-alak, tudod, és akkor kapaszkodsz. Ha megy előtted valaki biztonságban, hogy mész utána. Ha te vagy az első, akkor kell nagyon figyelni, mert akkor nem tudod, mi van. Keresgélés. Igen, hogy áll a Hungária? Szét van még, rombolva nagyon? Szét. Most már nincsenek olyan fajta útlezárások, vagy ilyen sávlezárások, mint voltak. Most már ez a sávelhúzás van, még megy a gondolkozás, de például a villamos megállók most már végig megvannak, majdnem. Még ott a sínekkel bingiznek valamit, hogy működjön. Na, ez ebből is a szempontból viszont jó a 20 fok, mert akkor legalább tudnak dolgozni, és akkor nincsen gond. Hát ha csak nem vetemedik meg a sín a 20 fokban, mert nagyon meleg. És a lágymányosi villamos átvezetés, látni már valamit? Hogy látni, azt is csinálják, ott szépen dolgoznak, vagy hát ott is dolgoznak, az most már minden nap katasztrófa szerintem a lágymányosi, de azt csinálják. És a kertemben szép zöld a fű? Igen. Tegnap Kaszacsimivel megnéztük a kertedet, adod kipróbáltuk nekik a kocsidat, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Bármivel, bármit csináltok, a tujáimra figyeljetek, jó? Tényleg, az egész kertet feláshatjátok, vihetitek a kocsit, ebédelhettek a nappalimban, feltehetitek a lábatokat, az ülőgarni, bármi, a tujáknak ne legyen baja, jó? Jó, nagyon vigyázzunk. Annyit kérek, hogy a tujákra tápozzátok őket, rágyázzátok őket rendesen. És foggal szedjük le ezeket a lepkéket, amik most támadnak, vagy mi az Isten az? A tujamoly. A tujamoly.
Tudjál majd? Ha kicsit láttok egy-két ágat így berosdásodni, azonnal szóljatok, ha ilyen rozsdás barna lesz, jó? Az egy ilyen gombaszerű kis dolog, ne engedjétek, mert az megzabálja a tujáimat. Jó, vágjuk? Azonnal jelentsetek nekem. Vágjuk rögtön? Nem, azt nem vágni kell, az nem segít, akkor azt hozni kell egy ilyen gombaölőszert, egy ilyen permetet kell rájuk tenni, és akkor az pillanatok alatt még egy félig elrosdásodott ilyen barnás tuját is meg tud menteni egyébként, és újjászületik, úgyhogy arra hát, vagy megállsz vele szembe felé, veszel egy nagy levegőt, és átfújod a szomszédba a kujamolyokat, az összes petéjükkel együtt. Jó, azokban nagyon sok energiát fektettem. Aha, mindegyikhez külön beszélek, simogatom őket, tápozom őket, úgyhogy az nagyon-nagyon fájna, ha bármelyik tujámnak baja lenne. A lepisilésért? Lepisilni él, ha nem pisiled őket sokat, akkor nem lesz bajuk. Ha sokat pisilsz egy tuja alá, akkor ugyanúgy ki tud rohadni, tehát megöli. Ezeket én 1,5 méteresen vettem, és most ilyen 3-3,5 méteresek, nem kevés munkám van benne, úgyhogy bármit csináltok, de a tujáimra figyeljetek. Jó, beszéljünk hozzá, ha megyünk. De miért akarod egyébként lepisilni? Mi átjöttél volna, és oda vizelsz a kertet? Nem, ez már megtörtént valószínűleg az ember, hogy az első lepisilni ér, oda jössz, és oda vizelsz a kertembe. Azt mondtad, hogy igen, mert akkor nem kell majd... Akkor majd nem kell majd szabadkozni, amikor kiderül, hogy valaki. Hallod, a Feri átjött a múltkor a Kassa Tibivel, megengedték az autódat, körülmentek a házban, ettek itt, kalutak, föltötték mind a vallábokat, és lehúgyasztak az összes tuját. Miért van az, hogy egy gyönyörű zöld növényről, egy tujáról beszélek, és te azt mondod, fa, oda lehet vizelni. Kérdeztem, hogy oda lehet-e. Milyen pavlovi reflexek működnek? Azért, mert hogy a kasza még mit csinál? Igen, azt nem mondtad, hogy a WC-t is használhatjuk. Hát gondoltam, megoldjuk odakint. Plusz ugye a folyékony trágyázásra gondoltam, hogy hát haz. Működik. Figyelj, Feri, annyi, hogyha bemész házba, ne lepődj meg, mivel angol WC-t használunk. Van egy húzó, le lehet húzni, le lehet hajtani. Én tudom, hogy ettől még zavarba jössz, de igen, ne keresd a pottyantot. Jó, mert ástak egyet a kert végébe. Azt már ne keresd, mert nincsen nálunk. Menj be egy ilyen fura, ilyen porcelán alakú, ilyen kis óalakú, bármit fogsz, ülj rá, nem harap, jó? Nyugodtan. Jó. Azért csodálkoztam is, mert... Nálunk is az volt, hogy mire a negyediken átütöttem a födémet, érted, hogy legyen egy egyszerű. Mégis csak vasbetorról van szó. Te gyertek át hozzám nyugodtan, örülök, Viki főz valamit, csak kérlek szépen, ne gittelj a kertbe, jó? Tehát menj be, ne lepődj meg, angol WC, használt. Az ott hátul az egy jacuzzi, nem használtátok latrinának, ugye? Ugye nem pocsantottatok bele a jacuzzimba. Van még valami technikai újdonság, ami majd meg fog bennünket lepni? Szóljál! Hát van melegvízünk, Feri, szerintem azért ez neked szintén meglepetés. Nálunk is van, fölteszed a lábast, alágyújtasz, megmelegíted a vízet, van ott is. Kicsit lehelek, estére meleg lesz, igen. Meg nálunk a gyerek labdában játszik, nem tudom, disznóhólyag. Disznóhólyag. Az a disznók a húgyhólyagja, fölfújjuk, és akkor kész. Nagyon jó. Meg nem kell dugdosnod az égő gyufákat a laphoz, mert az kerámia lapos tűz. Nagyon bonyolult. Nem gyullad, meg nem gyullad. Tényleg, bármit csináltok, kettőt kérek, ne vigyázzatok a tujáimra, és ne gitteljetek a kertembe, jó? Ennyit kérek. Minden más megvan engedve. Érezzétek magatokat otthon. Egyébként abban belegondoltatok, hogy a Feri jacuzzizik nálatok, mondjuk nem a Feri, hanem Feri és a Kassa Tibi, akkor csak félig kell tölteni a jacuzzit. Persze, hát ez takarékos. Környezetbarát. És beleülnek, és már is jacuzzi. És ha mi ülünk benne, akkor ezt a bugyborékoltatót se kell bekapcsolni, mert megoldjuk azt is természetes úton. Ja. Kénes víz, halult kénes víz is van. Már rosszul lesz, nézd meg. De jó. De jó, nincs kulcsotok a kecomhoz, te jó Isten, mit csinálnátok ott? Hát Atya nem is kell, nyitva hagytátok a kaput. Ez is igaz. Na, egy 4 gyermekes anyuka egy érdekes kísérletet végzett, és már most mondjuk, hogy mindenki, aki vagy babysitterkedett valamikor, vagy éppen óperként, vagy babysitterként dolgozik Londonban, és esetleg online hallgat minket, vagy Magyarországon babysitterkedik, az ragadjon telefont és írjon nekünk, mert érdekes témával foglalkozunk. Szóval ez a 4 gyermekes anyuka vette a bátorságot, és megkérdezte az eddig neki dolgozó babysittereket, hogy mit gondolnak róla. És... egy magyar fiú akasztotta ki a legjobban, aki szintén a többi babysitterhez hasonlóan elmondta, hogy mit is gondol az angol családnál töltött időkről. És egy olyan témával foglalkozunk majd, amikor is arra kérjük babysittereket, vagy egykori babysittereket, hogy írják meg nekünk, hogy milyen furcsa dolgokat tapasztaltak egy-egy családnál. Ezek lehetnek kanadai családok, angol családok, magyar családok, vagy éppen olyan babysitterek, vagy óperek, akik hazajöttek, és hát igen, csak furcsa dolgokkal találkozhattak Angliában, vagy az Egyesült Államokban, Olaszországban, vagy bárhol, ahol dolgoztak. És az anyuka közé tette ezt a listát egyébként, ahol a babysitterek hát panaszkodhatnak rá, hogy ő hogy viselkedett. És egészen megdöbbentő dolgokat írnak egyébként ezek a babysitterek, mert hogy az anyuka könyörtelenül bánt velük, közben a gyerekeknek mindent megengedett,
és eközben a babysitterek rengeteg mindenért voltak számon kérve. Tehát egy-két dolog csak a listáról, hogy mit is írtak ezek a babysitterek. Minden nap végtelen mennyiségű házi munka a gyerek felvigyázás mellett. Ez egyébként nem baj még szerintem, hogy az ópereknek például, akik ugye együtt élnek a családokkal, azoknak házi munkát kell végezni. De ő nem azért jött oda, bocsánat, hogy így pontonként akarom cáfolni, de őt te nem azért veszed fel, hogy a gyerekeiddel foglalkozzon? Hát ez attól függ, hogy óper, attól függ, hogy babysitter, attól függ, hogy mi a feladat. Az óper az több? Én nem tudom, mert nálunk mi a tehén mellé tettük le a gyereket, azt elnyalogatta, tehát nálunk ez volt az óper, jelentsen az bármit. Hát azt mondtad neked is, hogy mindig neked is öcsi a kandisznó volt a legjobb barát. Hogyne, és nagyon jól megértettük egymást. Onnantól kezdve... levágták, és egy évig sírtál. A barátom, apu, a barátom. Nem, az óper, az kicsit más, mint a babysitter, az óper az, aki ott él a családdal, kvázi tulajdonképpen családtag, tehát jön, megy, és akkor a gyerekvigyázás mellett egy csomó mindent rábíznak. Még vásárol, ezt csinálja, azt csinálja, egy ilyen intéző családtag jellegű dolog. A babysitter az lehet, hogy csak azért megy oda, hogy csak a gyerekekre vigyázzon. Ez megegyezés kérdése nyilván, hogy ki mit vállal. Jó, tehát házi munka, és ezt nem szerették az óperek. Egyedül hagyta a 3 hónapos és a 2 éves gyerekét, majd elment a férjével síelni. Na, ez kemény. Gyerekek. Az durva. Ez kemény. Az durva. Egy 3 hónapos és egy 2 éves gyereket ott hagytak, és elmentek 10 napra egy óper, se egy babysitter nem tudja pótolni a szülőket, főleg ilyen pici gyerekeknél. Hát ilyen nincs. Ennek nem szabadna megtörténnie. A gyerek ezt mindenképpen megsínyli. Azt mondja, hogy olyanokra is emlékeztette a babysittert, hogy tegye vissza a filctól a kupakját, mert különben kiszáradnak, közben a gyerekek mesztelenül rohangáltak kint az utcán. Az első felével maximálisan egyetért. Ugye? Hát a drága filc ne száradjon ki. Ha jó idő volt, akkor meg miért ne rohangálhattak volna mesztelenül? Mi akkor kiköldöd az ópert, hogy mennyire rohangáljál te is mesztelenül, vagy mi? Mi nem fura, hogy a gyerekek az utcán mesztelen rohangálnak? Szerintem nem. Nem tudom, ti hogy nevelitek a gyereket, mi nálunk az utcán nem rohangálnak mesztelenül a gyerekek. Egy 3 éves az utcán. Ja, az utcán? Igen, nálatok leküldöd őket a térre mesztelenül? Vagy nálunk ez nem fura, nincs kerítés vidéken, tudom, hogy nálatok nagy szabadság van, itt liberális gondolkodás, de mesztelenül rohangál a gyerek az utcán, picit fura. Hát ki hogy neveli a gyereket? Igen, nincs ezzel baj. Mi nem engedjük a bennit mesztelenül. Ok nélkül féltékenykedett egy nagyon csinos babysitterrel, aki azelőtt nem mellesleg egy amszterdami éjszakai klubban volt táncos. Végül hangosan megfogadta az anyuka, hogy sose fog magánál csinosabb nőt alkalmazni. Ezt mondjuk aláírjuk, apu nem mozduljon rá babysitterre, nem? De hogy képzeli ezt? Igen. Nehogy más szempont legyen. Micsoda, hogy előtte rúgtáncos nő volt. Igen, próbálok meg picit az apuka szempontjából érvelni, illetve támogatni, illetve nem támogatni ezt az ötletet. Miért? Jó, ez érthető, hogy egy nő ne vegyen föl egy nála fiatalabb, jobban kinéző babysittert, abból apának előbb-utóbb baja lesz. Egyébként sok nő gondolkodik így. Ez megérthető, még valamennyire. Ezt figyelt. Következő babysitter azt írta. A gyerekek uraltak mindent, dobálták az almacsutkát és a cukorkás papírt. Az anyuka kisfia saját pisijével töltött vízipisztollyal köszöntötte a babysitter. Menő. Azért az elég komoly. Az elég komoly. Belefér tini barátaikkal, várjál. Igen, tini barátaikkal egy jól sikerült buli után összehányták a kertet. Ezt írta az egyik babysitter, hogy neki ez volt a baja a gyerekekkel. De mondjuk itt már tinikről volt szó. Van idősebb gyerek, meg van kisgyerek itt is. Egyébként... Azért, amikor mondja azt, hogy csokolom, én vagyok a babysitter, és arcon lőnek egy vízipisztolyjal, amit is hivatom. Igen, és utána pedig lehánynak. Azért szerintem az elég komoly, nem? Mondjuk ezekre a gyerekeknek szerintem már egy picit az is belejátszott a dolgokba, hogy a szülők már nem bírtak velük, és kicsit így átruházták ezeket a feladatköröket a babysitterre, avagy az óperre, mert ők már nem tudták kezelni a saját gyerekeiket. Mert azért ez a saját pisimmel, a vízipisztolyban kószálok az udalon, és mindenkit megtalálok vele, ez az a kategória. Aztán van még, a szoba, ahol a babysittert elszállásolták, kicsi volt és ablak nélküli, legyintett az anyuka, mondván, hogy az ideje nagy részét úgyse a szobában fogja tölteni. Hát most ne menjen be a szobába. Így nem? Is van, nincs ezzel baj. Oda. Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, és nem attól kellett óvni őket, hogy üveggolyót dugjanak az orrukba, hanem hogy valami kemény drogot kipróbálnak, akkor kitalálta a család, hogy jól jön 2 dolgos kéz az istállótakarításnál, a sövénynyírásnál, a fűvágásnál, mert hogy nincs gond egyébként, ha a gyerekekre kell vigyázni, mellette az ember kertészkedik is. Tehát kiküldték őket házi munkára. Ez belefér, nem?
Hát, hogyha kemény fizikai munkáról van szó, már pedig az istáló takarítása szerintem már az a kategória. Hát, azért az már necces, mert nem ezért vették fel őket, hogy takarítsák az istálót. Miért? De lehet, hogy úgy volt a felvételi követelmény, hogy szeresse az állatokat, érted? Tehát, hogy szeresse a gyereket, meg a házi állatot. De hát a trágyájukat most... talicskázni is szeresse őket? Na, hát ez nem volt kérdés, de az hozzátartozik. Miért? Most neked is van kutyád, hozzátartozik, hogy elviszed sétálni, hogy összeszeded a kakit, hogy orvoshoz viszed, ugye? Hozzátartozik. Igen. Na, hát a tehénhez is hozzátartozik. Igen, csak erről nem szól a fába, hogy ez egy állami gazdaság volt a 300 darab tehénnel, érted? Fura az, amikor babysitterként dolgoz, és egyszer csak istálóba takarít, aztán szerintem azért azt nehéz megemészteni. Etetétettel, gyereket ringattál? Na, jelentkezzenek a világ bármely pontján dolgozó babysitterek, akár olyanok is, az lenne a legjobb nekünk, aki most éppen valahol Angliában, Németországban, Olaszországban éppen dolgozik, vagy már beadta a gyerekeket a suliba, és tud beszélni. Nyilván ott a szülők úgyse hallgatnak minket, hiszen más nyelvet beszélnek, hogy milyen furcsa dolgokkal találkoztak már babysitterként. Mit kellett adni a gyereknek, milyen mesét kellett mondani, milyen elvárások voltak, mit akart a szülő, foglalkozott-e a saját gyerekével, vagy nem, kikezdette a babysitterrel, vagy nem. Jó, azok, akik az ország bármely pontján, vagy a világ bármely pontján babysitterként dolgoznak. Jó? Miért nem látom én most a Skype-omat? Nincsen internetünk, Zsűr, vagy mi van? Nem látok senkit. Van már hallgatónk? Még nincs, egy pillanatot várjál, mert onna tárcsáz nagy elállam. Na, tényleg már lesz hallgató? Gyerekek, kíváncsi vagyok egyébként. Főleg külföldi családoknál, gondolom, hogy magyar családoknál is történnek érdekes dolgok. Na, itt van valaki, Szandi, Ausztriából. Hello, Szandi, jó reggel. Igen, hello. Jó reggel. Hello. Te most is Ausztriában vagy éppen? Igen, én most is Ausztriában vagyok. Én már a babysitterkedésből eljöttem, én már saját lakáspérlek, meg minden. Ó, ilyen jól lehet keresni, hogy abból egy kicsit összegyűjtöttél, és már saját lakás bérelsz? Hát félretettem, aztán utána már találtam normális munkahelyet, igen. Meg elvette a gyerekek zseppénzét, biztos. Igen, összetört a malacot. Mennyi ideig babysitterkedtél? Én 9 hónapig voltam ennél a családnál, mint ópermécsen, utána pedig babysitterkedtem végig. Az óper és a babysitter között jól mondtam, hogy az a különbség, hogy az óper tulajdonképpen ott lakik, és egy ilyen negyedik családtag, vagy egy ilyen plusz családtag, igen, tulajdonképpen? Lakunk. Igen, ott lakunk, de viszont ez megegyezés kérdése, hogy most állatok, meg házi munka, meg ilyenek. Ez mindenképpen megegyezés kérdése, meg a fizetés kérdése is. Te hány gyerekre vigyáztál ott kint? Én 4 gyerekre vigyáztam. Egy volt 4 éves, 7 éves, 10 és 12. És hány tehénre? Tehén nem volt, viszont volt 2 macska, amit később az anyuka hozott haza. Mivel az anyuka, amikor én oda mentem, ő nem lakott otthon, ő lelépett. Ő azt mondta, hogy ő nem szeretne a gyerekekre vigyázni, ő neki már sok volt, meg minden, és csak az apukához járt haza, úgy néha-néha esténként. Tehát apa nevelte a gyerekeket, és anya néha beállított. Igen. Aha. Na mesélj, Szandi, milyenek voltak? Hát után hazaköltözött, és akkor hozott 2 macskát, és azokra is etetni kellett, takarítani kellett, minden. Nekem igazság szerint az volt a véleményem, hogy a gyerekek nagyon elevenek voltak, rosszak, minden rosszaságot csináltak, mivel anyuka elment, elépett, apuka meghagyott mindent, ugyebár. És én amikor oda mentem, akkor úgy kezdtük a próbanapot, hogy a gyerek a szemembe szórta direktbe a homokot, meg... A játékos kis csecsemű, vagy kis gyerek. Hát végül is mondhatjuk azt is. Meg volt olyan, hogy kint voltunk a 2 kicsivel a játszótéren, a 2 nagy volt nekünk, hogy menjen 2 méterre volt a játszótér a háztól, hogy jaj, gyorsan gyertek haza, belépünk a házba, és akkor kicsi kinyitja az ajtót, és egyszer csak elé omlik egy csomó kavics, ilyen nagyobb kavicsok. Na most azokat a gyerekek felszerelték az ajtóra, hogyha bemegyünk, akkor a nyakunkba hújjon. Na de az egy ilyen hatalmas csomag kavics volt. És ez ráesett a gyerekekre? Aha. Hál' Istennek nem lépett be, csak kinyitotta az ajtót, de akár rá is eszhetett volna. És amikor én édesapa, mit szólt ezekhez a csínyekhez? Na igen, amikor én ezt elmondtam, akkor azt mondták, hogy hát igazából jutalmazni kéne őket, és úgy nevelni, hogy jutalmazással. Hogy milyen kreatívok, hogy ezt a kis játékot kitalálták az 50 kiló sóderrel az ajtó fölött, ugye? Igen, végül is. Figyelj, közben madarak támadtak meg? Vagy mi történt? Varjak vannak körülötted? Ja, nem, kint vagyok az utcán, mert megyek dolgozni.
Ja. Na és olyan volt, hogy kitaláltak valamit a gyerekek? Vagy sokan írják nekünk, közben látom az SMS-eket, hogy a gyerekek hazudtak bizonyos dolgokat. Tényleg a babysitterről? Igen. Mi neked mit mondtak? Vagy rólad mit mondtak? Azt is mondták, hogy megvertem őket, azt is mondták, hogy csúnyán beszéltem velük, meg ilyenek. Amikor én oda mentem, az elején még nem nagyon tudtam rendesen németül, és ők igazából bármit tudtak rólam hazudni, én meg csak néztem és magyaráztottam, hogy hát ez nagyon nem így van. Vagy nekem volt olyan tapasztalatom is, hogy én az apukával megbeszéltem, hogy akkor fizeti a nyelvkurzusomat, és 350 eurót fizet, megmondom őszintén, ennyit fizetett havi szinten, ami ugyebár nem egy olyan sok pénz, de nem is kevés, és mellett viszont nem kellett volna házi munkát csinálnom, mert a nagymama járt át se főzni, se takarítani, se mosni. Azt az anyuka hazaköltözött, ő megmondta, hogy de kell takarítanom is, főznöm is, mosnom is, mindent kell csinálnom, de persze ugyanezért a pénzért kellett ott maradnom hétvégére is, ugyanezért a pénzért nem fizetett semmit, amikor meg ő úgy gondolta, hogy hétköznap otthon van, akkor megfogta és azt mondta, hogy levonja a fizetésemből, de én menjek haza, ahova gondolok. Aha, hát ez nem volt egy túl nem rendes könnyű család azért, akkor gondolom abba hát is, vagy emiatt is hagytad abba, nem? Hát igen, de mondjuk amikor rájöttek, hogy mivel az apuka egy képviselő volt itt a helyi pártnál, rájöttek, hogy én ismerem a másik képviselőt, akinek neki volt a riválisa, na hát onnantól kezdve azért elég rendesek voltak. Nehogy ki tudódjon valami rossz róluk. A választási kampányban a babysitter nyert. Igen, vagy a mama elárulott, hogy a mama letépett, vagy lelépett, igen. Jó, hát köszi, hogy elmondtad. Most mivel foglalkozol egyébként, most mit csinálsz? Hát én most egy gyárban dolgozok, egy fegyvergyárban. Oh. Ez egy éles váltás. És azon belül mit? Fegyvergyárban mit csinálsz? Hát tesszük össze a dolgokat a Glock fegyvergyárban. Na, jó. Az igen. Gyerekek és az fegyverek. Menő. Az azért jó, éles. Mert különben itt van 5 percre tőlem, szóval... Uh-huh. Na jó van, Szandi, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked, köszi, ciao. Jó van, köszönöm szépen. Hello. Hello, ciao, ciao. Na, várjuk akkor még babysitterek jelentkezését, jó? Mondják el, hogy milyen furcsa dolgokkal tapasztaltak. Természetesen nem csak külföldön élő babysitterek jelentkezhetnek, Magyarországon dolgozó babysitterek is írjanak nekünk nyugodtan. Milyen furcsa, nehezen emészhető dolgokat kértek tőlük a szülők, és milyen furcsa dolgokkal találkoztak. 8:30 pontosan, 1 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgató, babysitterekről beszélgetünk, illetve babysitterek tapasztalatairól, hogy ki mit tapasztalt már babysitterként, akár magyar családnál, akár külföldi családnál. Érdekes SMS-ek vannak egyébként. Arra kértük hallgatóinkat, akik vállaltak babysitterkedést, vagy ehhez hasonló munkát, hogy írják meg nekünk, hogy ott milyen volt az apuka, milyen volt az anyuka, mit kellett csinálni, mit vártak el tőlük, vagy milyen furcsa dolgokkal találkoztak. Itt van velünk Ivett. Hello Ivett, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, te még mindig Ausztriában, vagy ez már csak múlt idő és hazajöttél, vagy már nem dolgozol babysitterként? Itt dolgozom, még Ausztriában itt is élünk, de már nem vagyok babysitter. Ja, már nem vagy babysitter. Aha. Na, meddig csináltad, vagy mennyi ideig voltál ennél a családnál? Ennél a családnál 2 évet. Összesen. Hát az jó hosszú, hosszú idő. Az jó hosszú idő, igen. Igen, mindig az események hatása alatt, vagy? Nem, azért most már túltettem magam rajta. Jól fizettek, ja, úgyhogy igazából volt az a pénz, amiért megtettem nekik. Na, mesélj, hogy mi volt furcsa, vagy milyen szokásokat kellett neked ott egyetem bevezetni, vagy ki volt furcsább, az anyuka, vagy az apuka, mi történt? Ez egy nagyon gazdag család volt, és igazából a gyerekeknek azt, amire igazából szükségük van, azt én adtam meg nekik, a szeretetet. Az anyuka, apuka mindent megvett nekik, amit csak lehetett, ezáltal ugye velük úgy is viselkedtek a gyerekek, hogy nekem aztán mindent szabad. Úgyhogy a kicsi, ő ilyen 2 éves körül volt, amikor oda kerültem, és hát ő aztán végképp mindent kivette a WC mellől a WC-kefét, azzal elkezdett rohangálni. Ez a többi kisgyereknek nagyon tetszett, mert sokszor gyerekek, barátok is átjöttek, és ugye nevettek rajta, akkor elkezdte nyalogatni még a WC-kefét, és közben rohangált vele, és nem tudtuk kivenni a kezéből, de hát gondoltam, kell egy kis immunerősítő, úgyhogy nem tudtam vele nagyon mit csinálni. Jogos, hát ettől lesz a gyerek immunrendszer erős, igen. Várjál, Ivett, ne rohanjunk, hogy közben ezt a szülők látták, vagy ilyenkor te egyedül voltál a gyerekkel, ilyenkor, és te üldözted a lakásban? Voltam. Aha. Így szó szerint üldöztem, igen, egyedül. A többi meg nem, hogy segített volna, hanem
pénzt kerestek, hogy tudjanak venni ajándékot a gyereknek. Ugye? És amikor ezt elmesélted a szülőknek, hogy a kicsi a WC-kefét nyalogatta, akkor ők mit szóltak hozzá? Az elején próbáltam még elmesélni ilyen dolgokat, legyintettek rajta, úgyhogy igazából ezt már szerintem el sem mondtam. Na és mi történt még? Kisgyerek gondolt egyet, kirántott két óriás nagy kést a konyhaszekrényből, és aztán azzal kezdte üldözni a többieket. Az már kemény, mint a WC-ke fenyalogatás. Igen. Ott nem mertem utána rohanni, megvártam, míg lenyugszik. Mondtam a többieknek, hogy most hagyjuk békén, mert minél jobban cukoljuk, annál veszélyesebb. Majd ha megunja, leteszi, és talán nem lesz sérülés. Úgyhogy hála Istennek ez így is történt. Hogyha úgy hátat fordítottunk neki, nem érdekelt minket a dolog, akkor hála Istennek tényleg. Jó, hát egy két... Akkor megfagyott a vér az erejében, nem? Amikor megláttad a két késő gyereket. Nagyon. Először üvöltettem egy nagyot, aztán gondoltam, hogy ez nem fog segíteni, mert ez csak hergeli a gyereket, úgyhogy kitereltem a többit a szobából, és megvártam, míg megnyugszik. Hány éves volt ez a gyerek, aki a késsel rohangált? Kettő. Ja, ő volt a két éves. Ez ugyanaz volt, aki a WC-kefét nyalogatta. Igen. Ő igazi kisörtök. Tehát egy két éves gyerek, hát nem érhet el addig a konyhafiókig, ahol te a késeket tartod. Ez a gyerek olyan volt, mint egy hegymászó, a hűtőre úgy felmászott, hogy nagyon-nagyon ügyes volt, tehát hihetetlen. Jézus Mária, hogy bírtad ezt ennyi ideig? Hát így még a két év is nagyon soknak tűnik. Ennyire jól fizettek? Igen, ennyire jól fizettek. Lakást kaptam, mellette még plusz pénzt. A lakást teljes kezivel, mindennel együtt fizettek, úgyhogy én csak a pénzért. Mindig erre gondoltam, még egy órát kibírok, még plusz egy kis pénzt. Figyelj, csak a kicsit, ne haragudj, érted, de egy kicsit ellened megy a kérdés, amit most én szeretnék föltenni, hogy van egy kettő éves gyerek, akit rád bíznak, és ez a kettő éves gyerek a te felügyeleted alatt föl tud mászni a konyhaszekrényre, és ki tud venni két kést, akkor nem vagy egy picit hibás benne? Hogy érzed? Hát persze, jogos, csak mellette még ott van három másik gyerek, akire ugyanúgy figyelnem kell. A lakás meg körülbelül 150 négyzetméter, úgyhogy igen, próbáltam megtenni mindent tőlem telhetőt, de ott elég volt egy másodperc, és a gyerek már azonnal. Aha, eltűnt, és hát nem tudsz négy felé szakadni nyilván. Sajnos mert nem. Ha még csak egy kés lett volna, te hogy kettő. Igen. Igen, és a többi szülők, akiknek a gyerekei ott voltak, csak annyit kérdeztek mindig, minden rendben volt? Természetesen. Semmi külön... Na mindegy. Mit tud mondani az ember? Nem egy könnyű dolog, én ezt értem. Persze, nyilván ott vagy kiszolgáltatva, anyagilag szeretnél egy kicsit jobban járni, de közben meg négy kis csaki ott rohangál a lakásban. Az egyik a mennyezetre megy föl, a másik a ventilátorra, a harmadik késtre. Vagy egy csillárra, kristálycsillárra. Atya is, te most mit csinálsz, Ivett? Mivel foglalkozol? Most éppen a szezonmunkát befejeztem, úgyhogy mától itthon vagyok. Mi a szezonmunka? Az mi volt? Vendéglátás. Jól van, Ivett, köszi, hogy elmondtad. Érdekes volt, köszönjük szépen. Vigyázz magadra, jó munkát neked, ciao. Köszönöm, hello. Hello. Azt mondja, hogy SMS-ben aranyos gyerek, aranyos szülők jól fizettek. Csalták egymást, kemény logisztika volt hazudni, mert egyik sem tudta a másikról. Én mind a kettőt tudtam, folyton hazudnom kellett, már felírtam, kinek mit kell hazudni. Amikor mentem vigyázni a kisfiúra, apuka elkopott. Itt lett vége, szép napot, Györgyusz. Azért az mi, amikor te tudod babysitterként, hogy mind a két szülő csalja egymást, ugye? Hát ugyanakkor alkalmazottként meg nem szabad belefolyni szerintem ezekbe a magánügyekbe. Nyilván nem, persze, hát nem is nagyon lehet, igen. Azt mondja, hogy Írországban vigyáztam egy kislányra, olyan ápolatlan volt, hogy büdös volt már szegényként. Meg kellett fürdetnem. Nagyon érdekesek az írek. Egyébként többen írják, hogy vigyáztak olyan ír családoknál gyerekekre, ahol hetente egyszer fürödtek a gyerekek. És ez egy teljesen megszokott dolog, hogy ott nincs fürdés minden nap. Igen. Nekem az volt a legfurcsább, hogy az anya megkért, én menjek el helyette az anyák napi ünnepségre, és képviseljem, mint anya. Ez Angliában történt. De jó Isten! Az oké, hogy elküldöd és az óvónők előtt képviseled, de a gyereket azért nehezen tudod átvágni. Igen, nem? Igen. Hogy most hogy egy óráig aki nem anya.
Igen. Angliában megérkezés után főztem a családnak egy jó magyaros lecsót, megették, mindenki rókázott éjszaka. ugyanez volt a helyzet a karácsony után, ott mákos beiglit csináltam nekik, akkor is rókáztak, írta, ezt Csilla küldte nekem. Milyen jó bemutatkozás, nem? Vigyáztam 3 éves kisfiúra, aki Rammsteint hallgatott, és közben hörögve üvöltötte a szöveget fonetikusan, vagy igen, frenetikusan, mind a két szó, jó, csak mind elírása, hogy se jön ki, de mindegy. Emellett imádott harapni, többször belém harapott, volt, amikor a kézfejemet harapta, majd rázta, mint egy kutya. 3 alkalom után felmondtam. Azért ott sem volt áldás a kisfiú, nem? Aztán Ausztriában dolgoztam babysitterként, az anyuka néha addig cukkolta a nyugodtan játszó gyereket, amíg rosszalkodni kezdett, majd jól elverte a szemem láttára. Nem áz, nagyon apuka, beteg. Apuka messzelenül szaladgált előttem a házban. Ügyes. Ezek azért az is egy elég igen, beteg család, nem? Igen, eset volt. Igen. Az én angol családom 2 hetente fürdette a gyerekeket, csupán azért, mert fáradtak voltak. Egyszer apuka meg is jegyezte, hogy jó lenne, ha fürödne a gyerek, mert kutyaszaga van. Ezt Melinda küldte nekünk. Babysitter vagyok Svájcban, ezt hallgassátok. Szerintem a reggeli készítés közben összekaparni a konyhakőről a részeg, bevizelt anyukát, hogy a gyerek lássa, vagy hogy a gyerek ne lássa, na az nem annyira jó. Az mennyire kemény. Gyerekek, mindjárt jön a cornflakes, tartsatok ki, nem mozduljatok, maradjatok az asztalnál. Jön a meglepetés. Jön a meglepetés. Addig ne jöjjön meg senki a konyhába. Jézus, úristen, milyen esemény. Az kemény. És nyilván nincs benne apuka. A munkakörödbe ez, hogy összeszedd a mamát, de hát ott vannak a gyerekek, nem hagyod ott. Hát nem, hát akkor ja. Már csak összek. Hát most mit csinálsz? Átlépsz hát rajta? Hát nem, persze. Nem? Hát csinálod ott a műzlit, a virslit, főzöd a gyerekeknek, hát azért csak összeszeded a mamát a körül. Ne ugrálj az anyádon, gyere ide! Szállj le az anyádról, részeg, mindjárt ágyba fektetjük, és utána folytatjuk a reggelit. Te jó Isten! Na, van még egy hallgatónk, aki 3-as ugrás játszik, ő is érdekes dolgokat tud mondani. Jó, játszunk vele, és meghallgatjuk Timi, akivel már is 3-as ugrást játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello Timi, jó reggelt. Hello, te játszol, de közben ahogy látom van egy történetet, te Londonban voltál babysitter egy indiai családnál? Így van, Dávidsban voltam kint náluk, sőt ott is voltak érdekes dolgok. Sajnos hát egy egészen volt... más kultúrkör, gondolom, tehát nyilván emiatt is azért elég furák lehettek. Hát persze, mert ugye mi semmit nem tudtunk, mert a barátnőmmel voltam egy családnál, semmit nem tudtunk igazából róluk. Aztán, hát ott is alkoholista volt sajnos az anyuka, és ott nem nagyon kommunikáltak a szülők. Tehát ugye ez magában a kultúrában is hasonló a dolog. Úgyhogy hát voltak érdekes szituk, amikor hajnali 1-kor felkelt az anyuka, hogy ugyan már ugorjál el nekem a non-stop italboltba egy üveg vodkáért, mert az előző elfogyott. Tehát... Atya Isten, mama picit iszákos volt, finoman szólva. Alig. Aha. Hány gyerekre volt, kellett vigyázni? Háromra, de nagyon neveletlenek voltak, köpködtek, tépték a ruháinkat, üvöltöztek velünk, tehát... Már hogy a lakásban leköptek? Hát konkrétan igen, szembe köpték a barátnőmet, aki ugye ott volt velem, és nem, egyszerűen nem tudtunk velük szót érteni, tehát abszolút félre voltak nevelve. És ha nem tetszett valami a gyereknek, akkor fogta a kezedet, beleharapott, vagy megvert? Vagy leköpött? Hát azért megverni nem tudott, de olyan volt, hogy megharaptak, igen. Olyan az előfordult, hogy a fülembe harapott a legkisebb, de... Na, lehet, hogy csak szeretetből. Atya Isten. Meddig voltál ennél a családnál, Timi? Hát itt csak pár hónapig, mert utána kiraktak minket az utcára. Tehát az is érdekes volt, hogy elvittek minket egy teljesen ismeretlen környékre, mert hogy mi már nem voltunk szimpatikusak, és hát az volt az igazság, hogy szóvá tettük, hogy nem kapunk fizetést. És elvittek egy teljesen ismeretlen környékre, ott kitettek minket, és akkor hello, szia, szevasz, menjetek, amerre tudtok. Az milyen? Ez volt a munkakapcsolat vége, hogy megautóztattak benneteket, milyen elvittek egy olyan londoni környékre, amit nem ismertetek, kitettek és ott hagytak? Így van. Ez ilyen Croydon környék volt, meg ugye Dávidsba voltunk, aztán hát egy kicsit azért nem egy helyen van a kettő, és akkor el kellett jutnunk egy óper szállodába végül is, ami ugye elég izgalmas volt, ugye, de... Jézusom, milyen történet ez!
És kivitte benneteket a apuka, azt mondta, anyuka, hogy gyertek lányok, anyuka, elmegyünk valahova bevásárolni, és ez csak mondod, hogy szálljatok ki a kocsiból, és ez lett a munkakapcsolat vége 3 hónap után, hogy hello. Igen, igen, hát ilyesmi volt, igen. És nem mentetek vissza a családhoz? Hát nyilván tudtátok a címet, hogy ez hogy működik. Nem, hát ugye ez úgy volt, hogy a családanyuk egyszer csak hazajött egy futásból, és akkor mondta, hogy megkérdezte a barátnőmet, aki hát nem volt a legjobb lelki parcban, mert előtte meghalt egy fontos személy az életébe, és megkérdezte, hogy boldog-e. Hát ugye az válaszolta, hogy nem. És akkor mondta, hogy oké, van egy órátok, pakoljatok össze. És akkor hát felhívtuk az itthoni céget, aki által mi kimentünk, és akkor ők hát próbáltak gyorsan intézkedni, de nem voltak olyan gyorsak, mint ahogy mi eljutottunk egy idegen környékre. Aha, hát, jó, olyan kemény történetek ezek, igen. De mondjuk valószínűleg bármit mondott volna a barátnőd, akkor is ugyanezt történt. Persze. Volna. Boldog vagy? Igen, akkor... Azóta is ezt a munkát csinálod? De, Timi? De amúgy nem bántam meg, hogy ott voltam, csak hát kellemetlen volt szitu, mert hát utána még azért próbálkoztam én Ausztriába is, és szlovák családnál, ott se volt éppen egyszerű, de... Hát és most mit csinálsz? Most mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hát most Fonyódon dolgozom egy osztrák cégnél, logisztikán vagyok. Kicsit nyugodtabb körülmények lehetnek, mint a köpködő indiai harapó gyerekek, azért az elég keményen hát, hangzik. Hát, na jó, igen, van. Nem egy állat. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyűek. Könnyűek? Na, mehetünk? Felkészültél? Mehetünk, van segítségem. Ki segít? Ki van ott? Az egyik kolléganőm, Angelika. Angelika. Na jól van, így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Ki nyerte a legutóbbi Forma 1-es nagy díjat? Ez aztán talán pont tegnap volt. Itt van, hétvégén volt. Hétvégén volt, igen. Amerikai? És a sporthírekben benne volt. Na, itt vagy, Timi? Hát itt, és most nagyon megfogtatok minket. Nem néztek nagyon friss Forma 1-et. Nagyon friss hír, igen, pedig. Tegnap este történt a dolog, legalábbis magyar idő szerint. Ugye jól? Igen. Igen. Angelika se néz Forma 1-et? Nem. Hello, Angelika, halljuk a hangodat. Angelika. Hello. Ő vezeti most a világbajnoki pont versenyt is. Ő sem néz. Pedig nem volt ez. Erről le? Igen, le. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton nyert tegnap egyébként. A brittek büszkesége. Bizonyám. Hát nem vagytok nagy Forma 1 rajongó. Abszolút nem. Na jó van. Lányok, ajándékcsomag nincs, a sztori viszont jó volt, úgyhogy ennek mi örülünk. Nyilván annak kevésbé, hogy nem nyertetek semmit, de köszönjük, hogy elmondtad. Hát mi köszi, hogy felhívtatok. Köszönjük. Köszi, Timi, vigyázz magad. Ciao. Hello, szevasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva pontosan 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk gyorsan. Egy közlekedés, budai alsó rakpart áll észak felé, szemből nem sokan jönnek, véletőleg megállt az egyik sáv, ezt Z küldte nekünk, köszönjük szépen. És van még egy, ami egészen friss, 10-es úton a Molkútnál a sor vége, ha akarjátok, küldök fotót, Sasu küldte nekünk, köszönjük szépen, ez is friss volt. 2 perc múlva 9 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és autó fejtetőn gyerekek, az Árokban, Siófokon, ez a Kiliti reptérnél van, hogy került oda, nem tudjuk, viszont vigyázzon mindenki. Tozó küldte nekünk. M3-as Budapest felé, 17-es kilométer befelé, belső sávban helyszínelés, 3 kilométer a torlódás. Az M3-as reggel gyerekek, ez olyan, mint régen a nullás. Valahogy mindig történik valami, nem? Tehát aki Szada, Mogyoród, Gödöllő környékéről jön, szinte nem tud úgy bejutni, hogy ne lásson valamit, hogy ne kerüljön dugóba. Régen a nullás volt ilyen, most 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek.
Jóbudai alsó rakpart áll észak felé, szemből nem sokan jönnek, ez azt jelenti, hogy félpályás engedés van, hatalmas a dugó ott is, mindenki vigyázzon. M7-es 42-es kilométerénél fotóznak, utána nagyon nagy köd Székesfehérvár irányába, úgyhogy ott is menjetek lassan, valamint a 10-es-11-es úton lassú a haladás, de hát ez tulajdonképpen minden reggel így van. Ez egy állandó dolog. Ez olyan, mint a rakpart, vagy a 10-es út, vagy régen a nullás. 86-os Szombathely körment között torlódás, áll a forgalom, feltehetően baleset miatt a vasvári elágazó környéke elveszett, kerülni érdemes. Ezt is SMS-ben kaptuk, és Kondoroson trafi fehér kocsiból mérnek Éva küldte nekünk. Valaki elküldte, hogy jó volt a Kylie és a Robi szám, de ez már egy órája volt, hogy másfél órája. Hát most, azóta hallgatja. De jó volt, de jó, de egyébként tényleg jó volt. Na, azt nézem, hogy van-e valami friss, de igazából ennyi, ezek voltak a legfrissebbek. Mi van, kisütött a nap nálatok, jól látom? Vagy csak kezd világos lenni? Hát, kicsikét csak, igen, ilyen picit átüti a felhőzetet, de maradt még az a 18-20 fok, amit ígérnek, azt szerintem a hét közepe, hét vége felé lesz majd inkább jellemző. Az döbbenet. Ja, de ott hátul, milyen szemed van ugyan neked? Meg. Skype-on keresztül lesi a magyar eget. Hát de komolyan. Igen. Tényleg ott hátul. Sose örültem még ennyire az Üllői úti felüljárónak, ugye? Mint most egyébként. Igen, mindig csak autók mennek, de durva ott a Fradi pálya. Úristen. Úristen, tényleg. Na, mi újság van? Semmi? Júlit láttam ott az előbb. Igen, itt van Júli. Mit csinál arra felé? Benézett olyan hozzánk. Régen hallottuk Júlia. Júli! Hiány. Hello! Nézd, hello, Júli! Hello, hát ezer éve nem láttunk. Hello, jó, és most ugyanezt ruhában. Igen. Jó kedved van, látom, táncolsz. Hát igen, mert gondoltam, hogy ha nagyon látványosan integetek, akkor észrevesztek. Mert az előbb már így beintegettem, de senki meg nem mozdult. Nem, lefelé néztem az SMS-eket, néztem a közlekedési híreket, de láttam, hogy most átsuhantál. Na mi van, jól vagy? Mi újság? Mesélj valamit. Voltunk őszi szünetelni. Nyaraltunk. Na, egy merre picit. Jártatok? Balatonfüreden. Úgyhogy... De jó. Isteni jó volt. Ez nem az a hely, ahol voltatok, és az Almádi volt, nem, ugye? Ami az Almádi szörnyű volt. Dolgokat mondtál. Igen, ez Balatonfüred volt, egy másik szálloda, ami klasszisokkal jobb volt. És hát a Lidinek a második napon gyulladt be a füle. Menő. Annyira tipikus, nem? Lenni, de nagyon, isteni. Figyelj, jó csak, Júli, nem próbáljátok ki egyszer nyáron a balcsit? Nem, mi abban a poén? Mondjuk igaz. Akkor is lehet menni? Azt mondták, hogy sok olyankor volt a turista. Milyen ilyen kis őszi séták, kevés ember, gondolom, hangulatos, nem? Igen, iszonyú jó volt, és én nagyon meg voltam lepődve rajta, mert hogy én kb. 15 évvel ezelőtt voltam Balatonfüreden, és olyan szinten van felújítva az egész, olyan tip-top, hogy őrület. Tehát, hogy a szívkórházzal szemben voltunk, és az összes épület fel van újítva, mész végig a sétányon, eteted a kacsákat a kezedből, őrületesen jó volt. Anyámnak is ott újították fel a szívét, úgyhogy tényleg minden fel van újítva a szívkórházban. Nagyon szép a szívkórház előtti teret, tényleg nagyon szépen megcsinálták. De a szívkórházot ott is. Igen, és az igen, nagyon szép lett. Voltunk egy szállodában, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy... Heklángos ilyenkor van? Nem ettünk. Nem, egyébként nagyon fura, tehát, hogy két évvel ezelőtt egy hétvégére elmentünk szeptemberben a Miróval, Balaton lellére, és totál kihalt volt az egész város, de hogy olyannyira, hogy le is kapcsolták a közvilágítást egyes területeken. Na most nyilván Balatonfüred ez egy más kategória, ott nem kapcsolják le, de hogy így, mintha ciánoztak volna. Egyébként meg gyakorlatilag az egész Balaton olyan ival van, mert hogy ugye te szoktad mindig a szajkózni, hogy nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel is. Figyelj, olyan programok vannak, van egy ilyen Nyitott Balaton nevű sorozat, az egész Balaton felvidék dübörög. Tehát, hogyha te hétvégén el akarsz menni, és jól akarod magad érezni, akkor amúgy Júli arcán most azt látom, hogy semmi nem volt. Nem, de annyira, hogy átmentünk Tihanyba, és hosszasan kellett keresgélni, mire találtunk egy éttermet, ami nyitva volt. De az ott egy embert nem láttunk. Fölmentünk, kicsit olyan depressziós a Balaton, nem? Télen. Én szeretek lemenni, de csak egyszer-egyszer, mert olyan szomorú minden. Persze, nyilván tudom, hogy ez az ősz tulajdonképpen dolga, hogy ugye a természet visszavonul, de mész, nincsenek emberek, minden zárva van. Kicsit olyan lehangoló, nem? Hát inkább csak nyugalmas. Nekem nagyon-nagyon tetszett, és ráadásul szuper jó időt fogtunk ki, gyönyörű volt az idő, sütött a nap, úgyhogy olyan fények voltak, rikácsoltak a sirályok, ott voltak a hattyúk, etettük a kacsákat, hát valami elképesztő jó volt, úgyhogy odáig voltunk teljesen.
És mindezt egy középfülgyulladással? Vagy, nem, hál' Istennek nem középfülgyulladás, csak fülgyulladás, de hát ebben a szállodában volt medence is, úgyhogy Lidunak belement a fülébe a víz, és második nap jelezte, hogy fáj, harmadik napra pedig 40 fokos láza volt, úgyhogy úgy jöttünk haza, hogy már... Antibiotikum? Azaz, igen, úgyhogy már egyenesen a doktornőhöz mentünk, aki küldött minket tovább a fülorgégészetre, úgyhogy meg is kapta a kis antibiotikumát, de egyébként... Ez hogy van a... Hogy van a gyerekeknél, hogy ők ezt tökéletesen érzik egyébként? Hogy valami, nem tudom, mi lehet, de az időzítés az egyébként mindig remek, nem? Tehát vagy a nyaraláson jön ki, vagy az őszi szünetben jön ki, tehát valamelyik gyerek mindig akkor lesz, mintha tényleg éreznék, nem? Hogy na most kell bedobni valamit. Hát nézd, hogy meg ne legyen annyira. Nálunk ráadásul ketten vannak, tehát az egyiknek jó esélye valami baja lesz. De egyébként az volt a szerencsénk, hogy én erre készültem, vittem magammal lázcsillapítót, úgyhogy túl nagy meglepetés nem volt. Este beadtam neki, aztán. Kérdeztük másnap, hogy bírod-e még Lidikén még egy napig? Mondta, hogy igen, mindenképpen. Úgyhogy elmentünk. Jól vagyok, anya, jól vagyok. Lemeltek úszni. Igen, az általában tényleg így van, hogy a gyerekek valahogy ezt megérzik, és akkor így bedobják ezt a dolgot. Valamilyen tünetet produkálnak, ami aztán ugye vagy valós, vagy nem, de hogy mintha tényleg ezt így abszolút éreznék. Jó van, de akkor jól telt a dolog. Nagyon, nagyon, úgyhogy Balaton mit csináltok másként ilyenkor, amikor nyaralni vagytok? Mert hát, ha ebben van a megoldás, tehát hogy veritek a gyereket nyaralás alatt otthon, meg nem? Nem, ők vernek. Nem, ilyen minket. Nincs. Aha. Nem, a szemükre is hánytuk szegénykinknek, hogy nem hagytak minket pihenni, tehát még véletlenül sincsen olyan, hogy egy picit eldőlünk mi az ágyon, és mondjuk alszunk, vagy csak egyszerűen csak bámulunk ki a fejünkből, mert hogy ott áll két agresszor, és azt mondja, na akkor most menjünk le a medencébe, anya, induljunk, menjünk minigolfozni, menjünk bowlingozni, menjünk sétálni. Úgyhogy ez nekünk egy pillanatig nem pihenés, viszont egy csomó feltétel adott ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy ezeket mi ki is használtuk. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon tudnék így élni. Éppen elővetted volna a kis bőröndbe becsomagolt kis szettedet, amivel otthon játszottak a férjeddel. Nem lementek volna a gyerekek éppen a medencéhez, egy nagymama segítségével, ti nekiálltatok volna bepotolni a dolgokat, erre egy gyereknek meg középfülgyulladás lett. Az szomorú. Hács. Szomorú dolog. Mi van a felnőtt filmekkel? Kódolva vannak még? Vagy most láttatok, hogy mi történik? Persze. Igen? Sőt, annyira vannak kódolva, hogy most múltkor fel akartuk oldani, hogy ránézzünk, hát hogy megvan-e. Egy átborozott éjszaka után gondoltad, hogy akkor gyorsan feloldod egy várólára. Nem tudom, valami történt már, hogy nincsen. De emlékszem, hogy az utolsó telefonbeszélgetésünk az úgy zajlott ezzel a bizonyos szolgáltatóval, hogy a hölgy megkérdezte, hogy hát ők kiírthatják ezt a csatornát, ha akarjuk. Én megmondtam neki, hogy hát jó, ne legyünk álszentek. Mi is nézzük, tudjuk, hogy ön is. Nem kell, hogy ezt eltüntessék, mert ugye a legutolsó probléma az volt, hogy úgy is jött, hogy mi lekódoltuk. És akkor a hölgy mondta, hogy ha a csatorna nem küldi rá a 18-as jelet, akkor jön. Aha. Így aztán dupla kódot raktunk rá, és most már annyira lekódoltuk, hogy most már sehol nincsen. De hát azért ezekhez a tartalmakhoz más formukon nem nehéz hozzáférni. És ültetek ott a férjeddel beborozva, kapcsolgattatok reményterül a csatornákat. Mi lesz most? Lekódolták a csatornát, igen. Ti mikor jöttök haza? Mikor jövünk haza? Uh-huh. Hát nem is tudom, milyen nap van ma. Ma van hétfő, jövő hét pénteken. Jövő hét pénteken. Szerdán végzünk, csütörtökön indulunk, és pénteken jövünk valamikor, igen. Nagy változások lesznek, mire hazaértek. Miben? Hát, na. Én nem tudom, hogy a Bali hogy fogja ezt lereagálni, meg hát egyáltalán mennyire fog feje tetejére állni a világ, hogyha hazaér. Na, mire gondolsz? Vasárnapoként be lesznek zárva a boltok. A vasárnapi, hát azért olvassuk a híreket, igen, a vasárnapi bolt zárás, igen. Te hallottad ezt? Csak tervezet, nem? Vagy javaslat? Nézem az internetet, persze, javaslat, de azért egy szobámban van. Erősen kanyarba került ez a téma, tehát hogy most ezt újra előveszik. Azt hiszem 2010-ben vagy 2011-ben ezt már... Hát ez sokszor előjött már. Minden esetre a Wikivel vetessél tejet meg kenyeret, mert lehet, hogy mire hazaérsz, addigra nem lesz. Már nyitva bolt. Én nem vagyok az a típus, aki azért egy napra bezárnak a boltok, akkor megrohamozza a boltokat előtte. Igen. Mindig vannak ezek az egynapos ünnepek számomra teljesen értetetlen, hogy mit tudom én, szombaton zárva van minden, és pénteken a kenyérért, az utolsó kenyérért is, ami olyan harc megy, mintha én nem is tudom, mi lenne. Számomra ez egy megfejthetetlen lyuk az univerzumban, hogy miért gondolják emberek azt, hogy egy nap alatt egyébként éjjel fognak halni. Ez nyilván nem a vasárnapi nyitvatartása vagy záratartása vonatkozik, csak ezek az egynapos ünnepek engem kiborítanak. Tehát pénteken mindent meg tudsz venni, vasárnap már újra mindent meg tudsz venni. Mondjuk van egy nap a szombat, amikor minden zárva van, ilyen azt a pánikot és azt a rémületet, azt nem tudom megmagyarázni. Hát azért egy nap alatt igazából meg lehet mindent venni, hogy egy napig elég legyen. Na, de vasárnapi nyitvatartás, hogy ez jó vagy rossz, arról akarsz beszélni, aha, vagy van erről véleményed? Igen.
Hát szerintem jó dolog. Azt olvastam, hogy nem vonatkozna mindenkire, nem? Tehát, hogy van egy bizonyos négyzetméter, ami alatt azért ez nem vonatkozik. Azt hiszem, talán 400 négyzetméter alatt nem vonatkozna. Tehát a kis üzletek azok nyitva maradnak? Attól függ, hogy milyen tulajdonosi háttérre rendelkeznek, igen, de a benzinkút, gyógyszertár, étterem, mozi, tehát ezek eleve nyitva maradhatnak. Ezek ugye leginkább a hiperekre vonatkoznának. Az, hogy a családi vállalkozást, ha üzemeltetsz, ugye, akkor ez elég hülye dolog, hogy ezt négyzetméterhez kötik, mert most családi vállalkozás lehet egy, és egy nagyobb bolt is, de családi vállalkozáshoz kötik, tehát ha a család azt vállalja, hogy ő ezt üzemelteti vasárnap, akkor lehet üzemeltetni. Itt inkább ugye arról van szó, hogy vasárnap ne kelljen bejárni a dolgozóknak, tehát ne kelljen nekik is ott lenni. Ha akarja a tulajdonos üzemeltetni, akkor nyisson ki ő. Ez egyébként nem rossz szerintem. Hát meg leginkább a hiperekre, tehát hogy itt van egy fajta négyzetméter korlátozás, igen, hogy négyzetméter alatt, 400 négyzetméter alatt vagy fölött vonatkozik ez a dolog. Ti szoktatok vasárnap... És te mit mondasz, Júli, kíváncsiak? Hát nekem vendéglátós a férjem. Én pontosan tudom, mi az, amikor a hét egyik napján vagy a két napján nincsen otthon, és valahogy meg kell oldani azt, hogy egy vagy két vagy akárhány gyerekkel otthon vagy, és programot szervez nekik. Fárasztó is, én egyetértek vele. Nem feltétlenül kell minden boltnak nyitva lennie vasárnap. Szerintem ettől senki nem fog kardjába dőlni. Én úgy tudom, hogy ez Ausztriában, meg Németországban már működik is ez a rendszer. Bécsben te sem tudsz vásárolni vasárnap, és ettől azért senki sem dőlt kardjába. Itt nem kell attól tartani, hogy például az alkalmazottaknak mondjuk a szabadságunknak a terhére fogják ezt az egy napot elszámolni, vagy erre a napra nem kapnak fizetést? Én szerintem két különböző dologról beszéltek, tehát ez egyik... Igen, csak az alkalmazottak nem mindegy. Igen, tehát most más, amiről beszéltem, hogy Júli, te azt mondtad, hogy a te szempontodból milyen, hogy nem kell bemenni vasárnap, és te otthon tudsz lenni mondjuk a családoddal. Ugye a másik ér pedig az, hogy azoknak, akik mondjuk vasárnap dolgoznak, azoknak ez milyen kiesést jelenthet. Uh-huh. Ugye, tehát két olvasata van a dolognak. Nekem, mint magánemberként jó-e, hogy vasárnap nem kell mennem és együtt lenni a családdal, tudok együtt lenni. A másik része pedig az, hogy akik vasárnap mondjuk plusz munkáért dolgoznak, vagy plusz dolgokat vállalnak be, azoknak mondjuk ez egy keresett kiesést jelenthet, és emiatt akár mondjuk utcára is kerülhetnek, mert ha mondjuk egy hipernek szükség van X emberre, de vasárnap zárva vannak, akkor nyilván lehet, hogy kevesebb emberre lesz majd szükségük, és ez akár azt is jelentheti, hogy néhány embert elbocsátanak. Tehát itt több olvasata van a dolognak, szerintem. Te azt mondtad, hogy szülőként örülsz neki, hogy otthon tudsz lenni a családdal? Így van, egyébként meg nagyon fura, hogy azt vettem észre, hogy ez nálunk is működik, álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy már pedig mi vasárnap, ha otthon van együtt a család, akkor megyünk a játszótérre, mert ez hülyeség, néha vasárnap mi is, nekünk az a napi program, hogy elmegyünk és bevásárolunk, de ha nem lenne nyitva, akkor lehet, hogy együtt kimennénk a játszótérre, vagy együtt csinálnánk valami egészen más dolgot, de nem az akármelyik nagy bevásárló központban tologatnánk a bevásárlókocsit. Ugye, hát ezt akkor is megtehetitek, amikor nyitva vannak a hiperek, hát igen, a szombaton is. Emberek vagytok, fogjátok magatokat, azt fogasson, kimentek a játszótérre a hiper helyett, nem? Azt mondom, hiszen nem ettől fognak, vagy nem ettől lesznek a családok együtt, hogy ezek zárva vannak, vagy nyitva vannak. Tehát szerintem ennek rossz az olvasata. Tehát az, hogyha nekem mondjuk megtiltják, hogy vasárnap menjek, akkor ha én nem akarok együtt lenni a családommal, attól én még nem leszek jó apuka, és nem megyek játszótérre a családdal. Csak ott lehetőség. Tehát arra fogni, hogy most emiatt a családok együtt lesznek, hát ez igény kérdése. Az nem attól fog, hogy most én mit szabályozok, vagy akkor én rendeletbe adom, hogy akkor most bezárom a hipereket, és akkor majd a családok együtt lesznek. Hát az a család van együtt, aki együtt akar lenni. Nem, ha nekem arra nincs igényem mondjuk apaként, hogy együtt legyek, hát akkor tök mindegy, hogy a hiperbe van ez zárva, vagy nem, akkor elmegyek inni a kocsmába. Tehát attól én még nem viszem a gyerekemet játszótérre, ha mondjuk a hiper zárva lesz. Tehát azt hiszed, hogy az több családot hoz össze, hogy mondjuk nincs vasárnapi program plázában, és akkor mit tudom, elmehet, akkor elmennek gyors étterembe, elmennek meghízni, elmennek drive-ozni, tehát attól még nem biztos, hogy mit tudom, vadasportba mennek, vagy közlekedési múzeumba, nem? Figyelj ide, aki emellett érvel, az ugye azzal érvel, hogy mindenkit megillet a legalább 36 órányi pihenés lehetősége. Én ezzel abszolút egyetértek. Hát én is egyet értenék ezzel, de azért azt nem szabad elfelejteni, nagyon sok olyan kereskedelemben dolgozó emberről van szó, aki azért vállal plusz munkát egyébként, mert nem biztos, hogy el tudja magát tartani heti 5 napból. Tehát, hogy azért itt ezt az olvasatát is meg kell vizsgálni a dolognak, hogy azon emberek nem kerülnek mondjuk veszélybe, akik egyébként 5 napi munkával nem tudják eltartani a családjukat. Mert szerintem ez is fontos. Ráadásul az is kérdés, hogy hány százalékát keresi meg egyébként, vagy hány százalékban vásárol mondjuk hétvégén. Tehát nagyon sokan nem azért mennek hétvégén, mert egyébként nekik mondjuk nem lenne jobb dolguk, de hogy nem azért mennek hétvégén, mert egyébként meg 8 órát dolgoznak. Hétfőtől péntekig nincs idejük bevásárolni, és vasárnap van az a lehetőség, amikor mondjuk ők együtt vannak és elmennek. Tehát ennek nagyon sok olvasata van szerintem, hogy ez jó vagy nem. Nyilván így is úgy is lehet látni. Én például vasárnap megyek vásárolni, nem azért, mert nincs jobb dolgom, hanem mert egyszerűen mondjuk lehet, hogy hétköznap erre nem volt időm. Nem hány ember ér haza mondjuk este 8-kor, együtt van a családdal, és hétvégén el tudnak menni
vásárolni, és az egy közös program, de nem azért, mert felszínesek, vagy nem lenne igényük másra, hanem egyszerűen nincs máskor lehetőségük ezt elintézni. Mert dupla műszakban dolgoznak, két gyereket nevelnek, és hétvégén tudnak bevásárolni. Hát akkor ott van még a szemben. Próbálnak igényt teremteni, hogy bezárják a hipert, csak így próbálnak meg igényt teremteni az embereknek arra, hogy mondjuk kultúrával, vagy sporttal, vagy bármi más a természetjárásával töltsék az idejüket. Hát, a pro és kontra nagyon sok ér van, igen, igazából, hogy ez most jó, jó vagy nem. Nem tudom, hát ezt nálam sokkal okosabb emberek tudják megfejteni, hogy gazdaságilag ennek mi a hatása lenne. Hát gazdaságilag... sok embert érintene, mert sokan dolgoznak vasárnap pont azért, mert kell nekik a plusz bevétel. Na most, ha ezektől az emberektől ezt elvesszük, hát akkor nem biztos, hogy meg tudnak élni. Más kérdés, hogy szülőként lehet, hogy ha plázák bezárnak, akkor nem fognak bolyongani, hanem elmennek valóban. Hát legyünk egy kicsit ilyen naívak, gondoljuk azt, hogy akkor talán kimennek az állatkertbe. De sok olvasata van, tehát az ott dolgozóknak is van egy olvasat, a szülőknek is, azok, akik a kereskedelemben dolgoznak. Hát akik a kereskedelemben dolgoznak, mind azzal érvelnek a nagy multik, hogy hétvégi plusz pénzt kapnak ezek az alkalmazottak, akik ott dolgoznak. Tehát mondjuk nem tudom, 500 forintért dolgozik, hanem 550-ért vagy 600-ért. Igen, csak az a probléma, hogy szerintem ez nem választás lehetősége, tehát nem arról van szó, hogy tegye föl a kezét az, aki hétvégén szeretne dolgozni, és akkor Gizikét meg Marikát beosztják, mert ő föltette a kezét. Szerintem az egy jó megoldás lenne. Igen, az egy jó megoldás lenne, hogy hétvégén dolgozhat az, aki akar, viszont aki nem vállalja, az nem kerül hátrányos megkülönböztetés alá, és mondjuk nem az van, hogy ha te nem vállalod a vasárnapi munkát, akkor kirúgunk, viszont akinek van kedve, és akarja csinálni, és plusz bevételt szeretne szerezni, az mondjuk vállalhatja, de ne legyen az hátrányos megkülönböztetés, mondjuk én azt mondom, hogy vasárnap mondjuk nem szeretnék dolgozni, köszönöm, elég, amit megkeresek, én mondjuk hétköznapi béremmel beérem, és nem akarok vasárnap dolgozni, ezért ne lehessen valakit kirúgni. Tehát legyen ez olyan, hogy mondjuk aki akar, az bemehet vasárnap is. De azért nagyon sok mindenkit ez nem érint, tehát nem arról van szó, hogy vasárnap kihal az országa, hogy olvastam én legalábbis, hogy javítsatok ilyen, nem így van, tehát a pékségek, újságosok, virágosok, reptérek, igen, dolgozók, éttermek, benzinkutak, gyógyszertárak, ezek alapból nyitva maradnak. Ezek, ugye itt leginkább azért a hiperekről beszélünk. Olvastam egyébként ezzel kapcsolatosan egy tanulmányt, és azt írták, hogy a heti bevételnek a vasárnap az a heti bevétel 15%-át adja. Így van, 10-15% a kereskedelemben ez a vasárnapból jön. És állítólag minél többen mennek el vásárolni, annál több pénzt hagynak ott, tehát hogyha egy 4-tagú család vasárnap elmegy vásárolni, az sokkal több pénzt költ, mint hogyha anyuka szombaton elugrana ugyanabban. Hát persze, mert akkor gyereknek vesz egy hamburgert, valamit meglát. Ez az úgynevezett impulzív vásárlás, tehát ennek ez a hivatalos neve. Ugye az impulzív vásárlás az arról szól, hogy ha te célirányosan mész, akkor ugye gyorsan megveszel egy-két dolgot, ami a listádon megvan, de nem nézel sehova. Elmegy egy 4-tagú család, hát akkor ott azért sokkal impulzívabb a másról, a gyerek rámutat, te rámutatsz, van időd nézelődni, effektíve több pénzt tudsz elkölteni. Ja. Igen, hát nyilván mindenki a pénztárcájához. Figyeltek csak, szerintetek ez a 15%, ami vasárponként bejön. Ha bezárnának vasárp a boltok, akkor ez átkerülne, tehát eloszlana mondjuk csütörtök, péntek, szombaton? Vagy ez kiesne ez a pénz? Én szerintem azért ez inkább kiesne, hát nyilván valahol ezeket a dolgokat meg kell venni, de gyorsan veszed meg, kevesebbet veszel. Tehát hát nyilván erre vannak tanulmányok, nem hiszem, hogy ez teljesen egyértelműen megjelenne mondjuk szombaton. Aha. Na de pont ugyanezt mondtad, hogy úgy készülnek az egynapos ünnepnapra, mintha a világ vége lenne. Tehát én szerintem ezt a pénzt előtte való nap, vagy előtte való két napban ugyanígy elköltenék. Lehet, hát ez már masszív kereskedelem, ezt nem tudom igazából. Még szombaton mindenki berohan és megvesz mindent vasárnapra, lehet, hogy ugyanúgy megjelenne a kereskedelemben. Mondom, azért mondom, hogy két olvasata van, tehát mi, mint civil vásárlók, egy részről mennyi pénzt hagyunk ott, kettő, hogy a kereskedelemben dolgozók közül mennyi embert, vagy hány embert érintene ez hátrányosan. Tehát ennek több olvasata van szerintem. Arra emlékeztek, azt hiszem, 90-es évektől szabályozták azt, hogy mennyit lehet nyitva egy bolt, de hogy én arra annyira emlékszem, hogy szombaton lementünk anyukámmal még délelőtt bevásárolni, majd egy órakor bezártak a boltok, és utána sehova, se éjjel-nappal is semmi nem volt, és hát mégsem dölt össze a világ, és ez működött a rendszer. Vasárnap egyáltalán nem volt. Igen, átalakultak. Én ezt értem, de nem arról van szó. A vásárlási szokások, és itt az is szempont mindenképpen, hogy Balázs is mondott, hogy azért ezeknek az embereknek, az embereknek a nagy része azért nagyon sokat dolgozik hétközben ahhoz, hogy ez a vasárnap, ez kelljen neki arra, csúnyán kifejezve magamat, hogy vásároljanak, hogy be tudjanak vásárolni, és ha már bevásárolnak, akkor aztán összekötik ott egy-két apró cseprőbb ilyen kis családi programra is, mal is, ami akár lehet egy mozizás, vagy mit tudom én, egy játszóház, vagy blablabla, bla, bla, amit hogy fogsz te egy vasárnap pontokat gyűjteni, mi lesz veled? Egy vasárnap kirándulok. Igen, tanástalanul, igen, sétálni. Mi lesz a pontgyűjtőkártyáiddal? Igen, mondjuk te nem vagy ilyen nagy hétvégén
hétvégén vásárló. Egyébként jártok hétvégén, Juli? Tehát ez nektek egy program, hogy elmentek? Hát nézd... És akkor mit tudom én, plázáztok egyet? Ja, nekünk nincsen olyan, hogy most elmegyünk egy plázába bevásárolni, nagy bevásárló központba, multihoz, igen, elmegyünk, és igen, akkor jóval több pénzt hagyunk ott, mint amennyit egyébként szeretnénk. De egyébként szerintem két gyerekkel bevásárolni a legnagyobb kicseszés. Igen, néha nekünk előfordul az, hogy vasárnap megyünk el bevásárolni, és igen, néha előfordul, hogy azért megyünk el vasárnap bevásárolni, mert nagyon nincsen kedvünk kimenni a gyerekekkel a játszótérre, de borzasztóan mennének már valahova, és akkor igen, elviszük őket bevásárolni. Tehát én azért érzem azt, hogy szerintem lenne ennek, hogy is mondjam, pozitív hozadéka, tehát hogyha nem lenne hova elmenni, akkor kénytelen lennék kivinni a gyereket a játszótérre, kénytelen lennék elmenni vele programot szervezni, mert hogy a saját bőrömön tapasztalom azt, hogy néha igen, kényszerből megyek, mert hogy nem nagyon szeretnék, hogy is mondjam, 120-szorra kimenni a gyerekkel biciklizni. Tehát szerintem lesz egy ilyen, hogyha ez életbe lép, lesz egy ilyen pozitív hozadék, hogy az emberek igenis kimennek egy kicsit, és programokat szerveznek a gyerekeikkel. Mert hát muszáj lesz. Azért mondom, hogy ennek nagyon sok olvasata van, nyilván vannak mélységei, persze. Jó van. Oké, Juli. Más változás nincs? Mi van még? Semmi? Mire készüljenek, ennyi, mire megjönnek? Vasárnap már nem tudom. Igen, tehát vigyünk innen hideg élelmet, mert vasárnap már nem tudunk. Hozzá kenyeret. Nem tudunk vásárolni? Hozzá kenyeret? Jó, szóljatok, hát dobjatok át egy bevásároló listát, és akkor átmegyek, még gyűlölöm ezt a hipert itt, ami itt van velünk szemben, de szívesen átmegyek, és akkor bevásárolok nektek. Képzeljétek el, csak egy nagyon rövid sztori, mert tegnap este férjem, hát nagyon jó pofa volt, de hát, hogy ennyire mellé nyúljon. Úgy képzeljétek el, hogy hát nem tudom, hogy ti gyerekeitek mennyire szereti a popcornt. Minden gyerek szereti Minden gyerek a popcornt. Szereti a gyerek popcornt. És éppen már fektettem le őket, amúgy is elég nyűgösek voltak, ilyen holnap, nem, ma kezdődött újra az őszüzenet után az iskola meg az óvoda. Végre ágyba dugtam őket, elolvastam mesét, és egyszer csak azt hallom, hogy beindul lent a mikrohullámú sütő, és elkezd robbanni a popcornnak. Két gyerek szem egy kipattant, hogy mit csinál apa. És így egyszerűen nem hittem el, hogy ilyet, hogy ennyire alámvág, hogy lehet ezt csinálni lefektetés előtt. Úgyhogy úgy kezdődik. Könyörtelen, igen. De mint akinek soha büdös életben nem látott gyereket, úgy viselkedett. És így elkezdtem kiabálni, hogy mi a túró, de tényleg, hát hogy csinálhatsz ekkora marhaságot, hogy elkezdesz pattogtatni a két gyerek bömbölt, hogy ők enni. Nyilván a túró és a marhaság szavakat használtad. Igen, ugyanezt. Pontosan. Szó szerint idézte. Jött föl bűnbánó arca, hogy hát ne haragudjak, hát ő nem is gondolta végig, de tényleg az egész lakást belengte a popcorn illata, én nem tudom, de tegnap este neki nagyon elgurult. Tudom, hogy már majdnem alszanak, érzed már, hogy 10 perc múlva a tévé előtt tudsz ülni, vagy egy jó könyvet olvasni egy forró kád meleg vízben, már mindjárt vége az estének, és abban a pillanatban beüt valami, amivel szinte az egész procedúra újraindul. De nem? Annyira, hogy ez elpörögnek, igen. Plusz fél óra volt, iszonyú nehezen tudtam őket letenni, úgyhogy azért egyszer ez megint megérne egy misét, hogy néha hogy nyúlunk nagyon-nagyon mellé az ilyen dolgokkal. Amiróra az ilyesmi nem jellemző, de hogy tegnap este mit gondolt, hát bedurantotta a popcornt, úgyhogy... Mérges lett a kikódolatlan pornócsatorna miatt, tudod? Leengedted őket? Vagy ilyenkor mit csinálsz? Hát az a baj, hogy ha most elkezdenek popcornozni, akkor arra szomjasak lesznek. Ha szomjasak lesznek, akkor végigisszák az egész éjszakát, és ahhoz akkor is én kelek. Tehát, hogy akkor ez semmiképpen sem megoldás, úgyhogy végül beígértem nekik, hogy ma, ha hazajönnek az iskolából, meg az óvodából, akkor ott várja őket egy-egy tál popcorn, de ezt nagyon nehéz volt velük lefocizni. De hogy mennyire működnek ezek a szülői reflexek, nem csupán arra gondol egy szülő, ismerve magam, vagy tényleg hallgatva téged is, hogy popcorn eszik, hanem a következmény, oké, popcorn eszik, sós lesz, pisilni fog, föl kell kelni, nem? Reggel nyugos lesz, nem tudom majd föl kell tenni. Tehát te szülőként lepörgeted az egész esemény sorozatod. A gyerek csak azt látja, hogy nem ehet popcorn, de hogy ez nem csak arról szól, ez meghatározza a másnap délelőttöt is, az nem? Egész másnapot. Tehát az egész másnapodat át tudja húzni, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon meg voltak sértődve a gyerekek, de hát mindegy, megpróbálom ma őket kiengeszteni valahogy. Hát ismerve téged ez menni fog. Jól van, 9:30 múlt pontosan 6 perccel, várunk még friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. 3:40 lesz, jaj gyerek, várjatok. Köszönöm. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva, köszi. Itt vagyunk. És mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait, hogy mi is történt velünk, illetve miről is beszéltünk. Ma csak előtte gyorsan láttam egy közlekedés, baleset az M0-áson, a 67-es kilométernél az M3-as felé, kisebb torlódás, ezt szélvédős Feri küldte nekünk, köszönjük szépen. Régen hány SMS jött a 0-ással kapcsolatban, most milyen jó, hogy már ilyen
kevés van, szinte minden reggel beállt, emlékeztek? Az a kibővítés után javult meg a helyzet? Hát persze, hát ahogy három sávos lett néhány helyen, igen, három plusz aha. leálló, hogy ne, azóta meg meggyógyult a nullás. Hát, és átvett sávot, a helyét az M3-as. És most az M3-as vette át a helyét, igen. Na, mutatjuk, hogy miről is beszéltünk ma reggel, egy újabb UFO-s bizonyítékkal álltam elő. Hát nyilván benneteket meggyőzni nehéz minden esetre. Érdekes volt a téma, egy vezető tudós, aki Amerikában nagyon híres, elmondta, hogy az 51-es körzetben dolgozott, és a halála előtt egy videóüzenetben számolt be munkájáról és az idegenekről. Egy elég híres emberkéről van szó, Boyd Bushmanról, aki egy neves tudós volt, és az 51-es körzetben dolgozott sokáig. Hát ő a Lockheed Martinnak a nyugalmazott vezető tudósa volt, és 40 éven át ívelt a karrierje, több szabadalmát díjazták, és óriási amerikai védelmi cégekkel dolgozott együtt. Szóval komoly a pali, és most mégis előállt különböző bizonyítékokkal, fotókat mutogatott, és elmondta, hogy hogy néznek ki az 51-ös körzetben az UFO-k. Ezeket én elhoztam, aztán megbeszéltük a dolgot, hogy vajon miért áll elő egy ilyen ember ilyen bizonyítékokkal. Megbolondult, vagy megbolondult. Ugye? Ez volt az érvelésetek. Érdekes volt. Igen, mi két tudatlan mondott. Állat, mi két tudatlan állat, megint a Jani meg én. Hát most miért ostorozod magad? Ne, hát, csak... Azért, mert azon az oldalon vagytok, nem vagytok tudatlanok, csak máshogy gondoljátok a dolgot. De köszönöm, hogy így fogalmaztál. Igen, vártam tőled. És igen, nem, hát én ilyeneket nem mondok. És beszélgettünk arról, ugye, hogy ki mit csinál karácsonykor, mert nem is tudom, hogy jutottunk el ideig, és kiderült ugye, hogy hát nem mindenki tud elmenni síelni. Feri, talán te vetetted föl, hogy karácsonykor síelés. Aztán mondtam, hogy hát az most jelen pillanatban. Hát az, hogy már november van, ugye, és november, mire hazamegyünk, már ott dühöngeni fog a karácsony. Hát meg ott van nálatok is, de ott van nálatok is a fehér karácsony. Egy darab fehér karácsony. Egy darab, na és akkor mi van? Jó, karácsony jó, az hát azért. Csüljük le azt az egyet. Igen, egy nagyon ronda fehér karácsonyfát állítottak itt a kaszinó mellett. Igen, a 30 fokban egyre szürreálisabb ezt nézni, de legalább ők is próbálnak készülni az ünnepre. Na, ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 7 perc, pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt! Szevasztok! Ezer éve nem láttunk. Milyen volt az őszi szünet? Hát figyelj, ilyen hosszú őszi szünetre én nem emlékszem, hogy lett volna. Arra sem emlékszem, hogy egyáltalán a mi gyerekkorunkban lett volna őszi szünet. Nekünk nem volt. Ennyire öregek vagyunk. Igen. De ha volt is az elmúlt években, amióta a gyermekeim iskolások, 2-3 nap, tehát nagyjából ennyi. De hát 10 nap volt. Hát fantasztikus. Nehéz volt ma reggel elindulni. Az volt az első kérdés, hogy mikor lesz a következő szünet, apa? Hát most egy hónap múlva. Hát egy 6-7 perc. 6-7? Hát milyen jó dolguk van a mostani gyerekeknek tényleg. De jó volt, sokat focisztunk, nem, csak itthon voltunk. Hát voltunk moziban, meg kiállításon, meg ilyen otthoni dolgokat, tököt faragtunk, meg nagyon sokat játszottunk, focisztunk. Így elvoltunk, jó idő volt, úgyhogy tüzet raktunk, hát mindent bepótoltunk, amit nem tudtunk megcsinálni a dolgos hétköznapok alatt. De jó, nekünk miért nem volt őszi szünetünk? Mire fogták? Hogy elég a tavaszi, meg a téli? Ugye, hogy tanuljon az a gyerek, igen, ne otthon legyen. Hát, nekem sem volt. Hát egykor hazajöttünk a suliból, hát nem kellett nekünk. Ők benn vannak reggel 8-tól 4-ig. Hát jó, hogy szükség van szünetre. Jó, de mi meg még, a Jani korosztálya, meg a tiéd is, még jártunk szombaton iskolába. Így Balázsnak van. Az már kimaradt. Bizony. De csak minden második szombaton, nem? Hát te lehet, mert izé jó a szombatokon. Mi minden nem voltak szigorúak a szüleid. Ja. Szombaton jártatok mégis korábban. Képzeld el. Igen, igen. Nem lettetek, mégse lettetek okosan. Nem, nem lettünk, de legalább addig sem igaz. Voltunk otthon. Azért volt, mert vasárnap zárva volt a bolt, és a szüleinknek el kellett menni szombaton vásárolni. Ezért kellett a gyereket berakni az iskolába. Te is jártál szombaton suliba, Csabi? Hát hogyne. Hát egyidősek vagyunk a Ferivel, persze. Bizony. És így a Janival is. És a Janival jó, is. Jó, hogy én ezt megúsztam. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó, gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show ővé az ajándékcsomag, Anna benn van már. Már itt van, tárcsáz, oda megmutatjuk nektek, figyelj. Ő az. Ott van, hello Anna. Azt hittem trécselsz még a kis szobádban. Hello. Morning Show. Ez a... Hogy van? Mondjad? Mondom, kicsi sztereóba hallak titeket, mert fülhallgatón hallgatlak. Aztán másik telefonon vettem föl. Szevasztok, Balázs, Jani, Feri. Hello, Bello. Hello. Szia. Hogy hívnak, nem írtad alá? Gergő vagyok. Gergő, honnan hívsz minket, hogy honnan írtál nekünk?
Győrből, éppen dolgozom. Győrben vagy és dolgozom, mit csinál? Vezetőbeosztásban vagyok. Targonca vezető. Sofőr, ja. Jó is az, jó is az. Na, írtál nekünk egy SMS-t, a földön kívüli témához, azt írtad, hogy szerintem a főnököm is földön kívüli lény, néha rám néz, és már tudom, hogy na most kell abba hagynom a kávészünetet. Ez a telepatikus, ez a telepatikus kommunikáció, igen. Így szokott általában lenni. Te vagy a naphallgatójam, jó? Küldünk neked egy kis ajándékcsomagot, és lehet, hogy van egy-két plusz ajándékod is. Jó? Hallgass meg a reklámblokkot. Oké, és jó, meghallgatom. Köszi. Azt nézem. Van, valamit van, nézem, van. Jó. Viszik is neked házhoz. Köszi, hogy minket hallgass, ciao. Hello, stop. Hello. Na, Csabikám, újra él a kérdés. Remek zenék? Ezt másfél hete nem tetted fel. Ez csak neked, ezt nem kapja meg a Garami, ezt nem kapja meg annyira senki. Annyira szeretek ezért, hogy nem csalsz meg. Nem. Figyelj ez csak. Ez csak neked szól. És cserébe csak neked hozok egy vadonatúj Avicii-t. Aj, de jó. Amiben ráadásul Robbie Williams énekel. Azért vigyázat. És a dalszerzők között ott van a Killers énekese, a Brandon Flowers, és a Sanamal Fakir is, akivel korábban már az Avicii készített sikeres dalt, és az a dal címe, The Days. Sanamal Fakir, a híres indiai fakir. Jó, Isten, az nagyon szeretem. Szöges ágyas produkciója. Sanamal Fakir, hihetetlen, amikor átszúrja egy hústűvel a nyelvét, döbbenetes. Figyelj, ez az Avicii szám, amit egy hétzenés Casio G-Shock órával lejátszottam már a gimnáziumban? Tehát ez körülbelül az, mert mi egy Avicii-t itt hallgattunk a múlt héten, de szerintem ez ugyanaz. De az lehet. Attól az még nem biztos, hogy te ezt le tudtad játszani. Ennyi tehetséges ember, mit csináltak abban a stúdióban? Igen, hát valami hasonlót tudtam lejátszani, igen. De hát ez a mostani fiatalok zenéje. De szerintem ez ugyanaz az Avicii, amit mi játszottunk igen, a héten igen. Már. Az lehet. Jól van. Csabikán meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma változatlanul. Ha szeretnétek a nagyon kipihent Csabitól dalt kérni, tegyétek. Annyit adottam, hogy még be van gyógyulva a szemem. De azt a fülem tiszta, igen. Tehát az... Hogy való? Jöhetnek a kérések. Igen, kicsit ilyen puffadt az arcocskád, de nem baj, pihentél egy kicsit. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztó! Szevasztó! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Cseressén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.